Hétfő esti live, 19:00. Sziasztok, gyertek csak, készültem jó sok mindennel. Aztán készültem jó sok mindennel, és lyukra futottam jó sok mindennel. Próbáltam előkészülni, hogy minél jobb tartalmat kapjatok, de aztán a Jóisten is úgy akarta, hogy ne nagyon úgy haladjak a dolgokkal, ahogy szeretném, hiszen tudjátok, hogy szeretitek a szívós live-ot, úgyhogy így vagy úgy, szerintem megint bele fogunk futni valami jóságba, de azért szerintem következő másfél óra, aki itt velünk fog tartani, szerintem jól fogja érezni magát, és figyeljétek a címet, gyerekek, megjöttek a Foxpost kuponok, úgyhogy ezúttal Foxpost kuponokat lehet nyerni, majd mindjárt erről is fogok beszélni, ráadásul adásonként nem csak egyet, hanem kettőször is lehet nyerni, szóval akik a live-ot már nézik az elejétől kezdve, de nem akarják végignézni, önnekik is megvan az esélyük, hogy nyerjenek nálunk Foxpost kuponokat, illetve akik későbbiekben csatlakoznak be a műsorba, őnekik is meg lesz az esélyük, hogy Foxpost kupont nyerhessenek. Úgyhogy gyertek csak, srácok, de ne a Foxpost kuponért gyertek, természetesen az is egy tök jó dolog, hanem azért gyertek, mert jóféle műsorra készülök nektek. Na, belekezdjünk, gyerekek, várjunk még egy kicsikét, látom, elég sokan jöttetek. Itt van Snake is, nagyon helyes, nagyon-nagyon fontos szerepet játszik Snake már a live elején, hiszen ő fogja kitűzni a telefonszámot, mert nyeremény játékért be lehet majd telefonálni, ahogy megszokhattátok. Na, vezessük fel a műsort, kezdjünk bele, aztán gyorsan el fogok akkor mondani mindent. Sziasztok, köszöntelek titeket, én Bacsis vagyok, ez pedig a BRSK Official TikTok csatornája, ahol mindig a retro pörög, úgy ezúttal is több, rengeteg témával készültem, aztán nagyjából elég sok mindennel lyukra futottam, de majd valamit össze fogunk hozni, úgyhogy gyerekek, jó lesz, ha akarjátok, ha nem. És nagyon büszkén mondhatom el, hogy a kiemel szponzorunk a Foxpost. És azért a Foxpost, mert a retro hardware gyűjtőknek és a retro hardware kedvelőknek ők a kedvenc csomagküldő szolgáltatója. Köszönjük a Foxpostnak a támogatást, és ők ajánlották fel a kuponokat, amiket lehet nálunk nyerni. A múltkori láb miatt szeretnék elég sok mindenkitől elnézést kérni, és most is szeretnék előre elnézést kérni. Próbáljuk ezeket a Foxpostos reklámokat úgy elhelyezni, hogy ne zavarjon titeket. Miután én is csak most tanulgatom ezt az ilyen szponzorációs témát, meg a reklámoknak az elhelyezését, ezért ez még nekem is egy új dolog, nekünk is egy új dolog. Természetesen, ahogy megígértük, szeretnénk ezt úgy megcsinálni nektek, hogy ne lógjon a képetekben, ne legyen tolakodó, éppen hogy csak látható helyen legyen. Úgyhogy tényleg elnézést kérek mindenkitől, próbálunk folyamatosan ezen is javítani. Úgyhogy, és akkor csapjunk is bele. Szóval, mint mondtam, rengeteg sok témával készültem, gyorsan vegyük is át nagy vonalat, vagy miről lesz szó. Először is ezzel a kukaszökevénnyel fogunk folytatni, illetve ez nem is kukaszökevény, hanem pajtaszökevény, amit szeretnék most már nagyon-nagyon megcsinálni, hiszen azért, mert ezt a gépet ezt szeretnénk most már odaadni valamilyen prémium tagnak, úgyhogy ezért a gépért majd hamarosan lehet jelentkezni. Ha nem is ebbe az adásba, de hamarosan szerintem a következő adásban már eljutunk ezzel a géppel, hogy ki lehet osztani, és akkor valamelyik prémium tagunknak majd ezt a gépet majd ki fogjuk sorsolni, vagy hogyha nem lesz rá jelentkező, akkor igaziból bárki jelentkezhet érte. Úgyhogy ez lesz az egyik téma, hogy ezt a gépet akkor egy kicsikét még folytatjuk, restaurálgatjuk. Nagyjából odáig jutottam vele, mint a múltkor. Picikét azért foglalkoztam vele, nem olyan túl sokat, csak hogy lássam, hogy van-e benne fantázia, van-e benne akarat, és van benne akarat, élni akar, úgyhogy jó lesz. Készültem hozzá videókártyákkal, úgyhogy ezeket a videókártyákat mindjárt meg fogjuk nézni, és megnézzük, hogy akkor melyiket rakjuk bele a gépbe, úgyhogy ez lesz az egyik témám. A másik témám, egyszerre kettő témával is készültem, gyorsan meg is mutatom nektek, lesz egy jóféle UMPC bemutató, ugye kicsikét közelebbről, megnézzük ezt az Asus UMPC-t, játszani is fogunk vele, és a legújabb agymenésem, mit szólnátok hozzá, aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz népszerű, hogyha elkezdenénk foglalkozni old school magazinokkal, ez egy 94 júliusi PC World magazin, és ezzel is szeretnék akkor kicsikét foglalkozni, kicsikét majd bele fogunk lapozni, hogy mik voltak benne, nem olyan hosszasan, csak úgy light-iba megnézzük, hogy milyen árak voltak ekkoriban, mivel foglalkoztak a számítástechnikai újságok, HP, LX, 100, Pantop PC, múltkor foglalkoztunk ilyennel, úgyhogy kicsikét ezeket is meg fogjuk nézegetni, úgyhogy erre gondoltam, nem olyan mélyen, egy 10 percet foglalkozunk ezzel is, megnézzük akkor ezt az Asus UMPC-t, remélem fel van töltve, illetve még kettő témával készültem, szeretném elkezdeni ezt a
Half-Life elmegy azon az Asus tableten nagy nehezen. Hogy ez kérdés, akkor, akkor a válasz az, hogy igen, és tényleg amúgy nagy nehezen, mert integrált videokártya van benne. A másik pedig, amit fogunk még itt foglalkozni, múltkor már elkezdtünk vele, ezzel a PC Server 325 típusú Pentium Pro workstation-nel, vagy hát szerver számítógéppel, és hát ugye a live-ot úgy vezettem fel, hogy vagy, tehát több mindennel készültem, de nem mindennel úgy haladtam, ahogy akartam, sajnos ezzel a géppel se, sajnos megvan, hogy mi a problémája, vagy legalábbis sejtem, méghozzá tápegységgel van problémája, ami az egy kicsikét macerás lesz kicserélni, miután sajnos spéci tápegység van benne, úgyhogy de azért egy kicsikét még ezzel is foglalkozunk, illetve arra gondoltam, hogy vannak itt nálam alaplapok, és ezeket az alaplapokat illenék most már letesztelni, és kellemest a hasznossal fogjuk csinálni, ne csak én egyedül szívjak ezekbe a live-okba, ezért úgy gondoltam, hogy titeket is bevonlak ebbe a jóféle alaplap tesztelős témába, úgyhogy ezt a három alaplapot szintén le kell tesztelnünk, ki kell őket próbálnunk, úgyhogy ennyi mindennel készültem, jó szórakozást kívánok mindenkinek, csapjunk is akkor vele szépen sorjába. Kezdjünk akkor a Pentium Pro-val, ha már itt vagyok. Szóval ez a Pentium Pro tehát egy 2 processzoros Dual P3 vagy Dual Slot 1 P3-at lehet jobban kihasználni játékra, stb. Teljesen mindegy, hogy ez a Dual P3 Slot 1-es vagy Socket 370-es teljesítményben ugyanazt fogja hozni. Játékra igaziból nem játékra való, hiszen az akkori játékok nem támogatják a két processzoros felállást, de ennek ellenére for fun össze lehet építeni a gépet, nagyjából ennyi. Na szóval képzeljétek el, hogy a múltkori live-ban odáig jutottunk ezzel a géppel, hogy igen, Foxpost a szponzor, és Foxpost kupont lehet nyerni. Foxpost kupont, 1000 forintos kuponokat lehet nálam nyerni. Kedves Snake, tűzzed ki a telefonszámot, mondom is, aki esetleg nem tudná, 0630 158 54 95. Ezt a telefonszámot kell felhívni, amikor én jelt adok. Most még nem fogod tudni hívni. De hogyha megjegyzed ezt a telefonszámot, és az lesz a kérdésemre, fel fogok tenni egy kérdést. A kérdés az lesz, hogy milyen processzor található ebbe a szerverbe, neked pedig az lesz a válaszod rá, hogy Pentium Pro. Ennyit kell csak bemondanod. Ha sikerül betelefonálnod, felveszem a telefont, fogom feltenni ezt a kérdést, te annyit mondasz, hogy Pentium Pro, és már is utána SMS-be át fogok küldeni neked egy 1000 forintos Foxpost kupont, azaz, hogyha te fel fogsz adni egy csomagot, akkor 1000 forinttal olcsóbban fogod tudni feladni azt a csomagot, és nem csak egy, hanem kettő Foxpost kupont is fogok nektek kisorsolni, illetve hát nem kisorsolni, hanem telefonon lehet rá bejelentkezni. Úgyhogy telefonszám remélem ekkor elvileg megvan, 0630 158 54 95, amikor jeltadok, csak is akkor lehet telefonálni. Az lesz a kérdés, hogy milyen processzor van ebben a jóféle szerverben, Pentium Pro, ennyit kell mondanod, aztán, hogyha nem sikerül telefonálnod, nem kell csüggedni, hiszen nem egy, hanem kettő Foxpost kupont fogok kisorsolni, illetve kettő ezt még szokni kell, mert nem sorsolom, hanem majd be lehet érte telefonálni. Na de most figyeljétek a műsort, és beszélgessünk akkor erről a gépről. Tehát ugyebár ezzel már múltkor elég sokat foglalkoztunk, ezek egy moderátorok is játszhatnak-e? Hát szerintem a moderátorok ne játszanak már, az úgy nem lenne igazságos, hagyjuk meg a kedves nézőknek a lehetőséget. Különben is a moderátorokat máshogy támogatok. Úgy támogatom a moderátorokat, hogy amikor találkozok velük személyesen, mindenkinek adok baráti hátba veregetést, tehát annál több mi kellene. Na, viccet félretéve, szóval ezzel a géppel sokat foglalkoztunk a múltkorjában, és ugye nem adott képet, szétszedtük atomjaira, utána elindult, de aztán instabil volt a cucc. És mondtam, hogy én ezt a gépet szeretném mindenképpen megcsinálni BRSK-ra, és elkezdtük csinálni adott képet, aztán hol kék halál volt, hol be se töltött a Windows, hol betöltött, de újraindult. Szivatóval indult el sajnos. És mondtam, hogy ezt a gépet ezt úgy fogom hagyni éjszakára, hogy hagyom, hogy menjen rajta a Quake nevű játék. És ugye így hagytam azt a gépet, nézzétek meg, gyönyörű szépen indul is rajta a... Mindjárt meglátjátok, hogy micsoda. A Windows 2000 operációs rendszer. Viszont sajnos arra jöttem rá, hogy újraindulgat a gép. Éjszaka volt, hogy többször újraindult a gép. Miért nem látja az egeret? Már most írja, hogy keyboard error. Az annyira nem jó nekünk. Miért van keyboard error, tesike? Mondjad, hogy működj! Már nem, jó, talán jó lesz.
És addig-addig vacakoltam vele, cseréltem benne memóriát, cseréltem benne processzorokat, megint felcserégettem, az ugye live-on kívül ment, élesbe ment itt a, mármint nem éles, úgy mondom, hogy élesbe ment, hogy live-on kívül én ezzel tényleg sokat dolgoztam ezzel a géppel, és hát odáig jutottam, hogy arra jöttem rá, hogy egyre gyakrabban csinálta ezt a vagy újraindulást, vagy lekapcsolást. És hát figyeljetek, szerintem elég sokan már mondjátok is a tippet, hogy tápegység a hiba. És jó eséllyel sajnos én arra gondolok, hogy tápegység a hiba a gépbe. Most annyit csináltam, hogy lehúztam róla egy merevlemezt, lehúztam róla az optikai meghajtót, és mit is csináltam benne? Ugye nincsenek benne most bővítőkártyák, és bízok benne, hogy így el fog indulni a gép. Nagyon nehezen tudtam csak bekapcsolni, viszont miután bekapcsolt, vagy lekapcsol a gép, vagy újraindul, vagy be se tudom kapcsolni. Jó van, keyboard, erről tudom. És mit akartam mondani? Azt akartam mondani, hogy elkezdtem lehúzni róla ezeket a plusz perifériákat, azaz a plusz Winchester, plusz optikai meghajtót, és így úgy látom, hogy stabilizálódott a rendszer. Tehát nagyon-nagyon jó eséllyel sajnos a tápegysége haldoklik a gépbe, és gyenge a teljesítmény, és ki kellene cserélni. Igen ám, de a rohadt anyját neki spécitáp kell bele. Olyan kábelek lógnak ki belőle, hogy nagyjából ilyen normál tápon nincs is. Jó, mondjuk ez pont nincsen bedugva, meg van itt ilyen zöld tyúkbél is, ami úgy néz ki, mint egy fél AT-s tápcsatlakozó. Mondjuk ez sincsen bekötve. Na jó, van lehetséges, hogy szétszedjük. És megnézzük, hogy mi az, ami spéci, és mi az, ami nem spéci. Tehát ilyen plusz csatlakozók vannak benne. Van hozzá egy másik tápegységem, de nagyjából 10 éve láttam utoljára, azt sem tudom, hogy hol van. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz vele. Lehetséges, hogy fel kell újítani a tápegységet. Kondicserés a táp. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó tipp, kedves idéj, valószínűleg az lesz a sorsa. Ha csak nem fogok találni plusz tápegységet hozzá, mondom, elvileg van, de nagyjából 10 éve láttam utoljára. Úgyhogy nem tudom, hogy hova raktam. Viszont most, ha már beraktuk a plusz memóriát, indítsunk el rajta egy kvéket, az itt eldübörög a háttérbe, aztán kitaláljuk, hogy mi lesz a gépnek a sorsa ebbe a live-ba, illetve a live után. Na, gyerekek, még egyszer akkor elmondom a nyereményjátékot. Foxpost kupont lehet nálunk nyerni, 1000 forintos Foxpost kupont. Semmi más tennivalód nincsen, csak telefonálni kell érte. 0630 158 54 95-ös telefonszámra. Még nem tudjátok hívni, majd amikor jelt adok. Aki fel tudja hívni ezt a telefonszámot, aki először tudja tárcsázni a számot, felveszem neki a telefont, rendesen élőben nincsen megjátszva, megy a műsorba, lehet beszélgetünk egy pár szót, és utána SMS-be fogom küldeni a Foxpost kupont, ami 1000 forintot fog engedni neked majd, hogyha csomagot küldesz. Még egyszer elnézést kérek a fölösleges reklámok miatt, ami a múltkori live-ba volt, és kitakarták a műsort. Ugye ezen nagyon sokat próbálunk dolgozni, hogy úgy kapjátok meg a jóféle BRSK tartalmat, hogy titeket a különböző reklámok ne zavarjanak. Mint mondtam, ezeket én is csak gyakorlom még egyelőre, hogy is lenne ez. Szépen, igaz, úgy kihelyezve, hogy az ne zavarjon senkit se, de azért látszódjon is, szépen folyamatosan fogunk rajta dolgozni, srácok, jó? Úgyhogy nem kell eltekerni innen a csatornáról, nézzétek a műsort, iratkozzatok fel, hogyha bírjátok a retrót, nem fogjuk agyonvágni a műsort a reklámokkal természetesen, viszont cserébe Foxpost kupont lehet nálunk nyerni. Látjátok, megy a kvék, és akkor mindjárt elkezdjük a következő témát, majd utána itt a Pentium Pro szerver mellett elkezdjük ezeket az alaplapokat letesztelni. Sziasztok, köszöntelek mindenkit, akik most csatlakoztatok a műsorba, és egyelőre ezzel a Pentium Pro, Dual Pentium Pro szerverrel küzdünk. Ja igen, még ugye annyit beszéltünk, hogy meg fogom kérdezni a műsorba, hogy egy kicsit döcögös, egy kicsikét szaggat, 1 FPS, na jó, megindult, csak be kellett tölteni, lement tálcára. Tehát igen, meg fogom kérdezni a műsorba, amikor betelefonálsz, hogy milyen processzor van az IBM szerverben, erre annyit kell majd mondani, hogy Pentium Pro processzor van benne, és már is, ha tudod majd a kérdésemre válasz, zutyan is az 1000 forintos Foxpost kupon, majd annyit fogok kérni, hogy SMS-be, hogyha sikerült betelefonálnod, küldjed át pontosan a nevedet, azt majd szeretném majd elkérni, és én SMS-be fogom visszaküldeni neked a Foxpost kupont. Na, egyelőre ezen pöfög a jóféle kvék,
egy darab memória modullal, egy 128-as modul van benne, lehúztuk az egyik Winchestert róla, és egyelőre úgy néz ki, hogy stabil, de mondom, gyenge a tápegység, tehát ezt be vagy tápot kellene cserélni, vagy pedig ezt a tápot kellene felújítani, de miután spéci tápos, ezért ahogy idei barátunk is mondta, hát jó eséllyel ennek a tápnak a felújítása lesz majd a soros, amiben én sajnos nem vagyok jártas, de van rá ismerősem, úgyhogy meg fogjuk tudni menteni. Nézzétek meg, nagyon pacek, nagyon szép kis Pentium Pro szerver. Mindenféle kis lámpácskák vannak itt az előlapon, szeretjük, menő, hú, de 90-es évek. Úgyhogy meg fogjuk menteni, és akkor valószínűleg ez egy jó kis számítógép lesz majd a BRSK-n, ahol majd, ha eljössz, te is ki fogod tudni próbálni. Na de menjünk vissza a... Milyen szökevény volt ez? Pajta szökevény nevet adtuk neki. Ugye ennél a gépnél volt az, hogy iszonyatosan ramaty állapotban van. Ezt ugye prémium tagoknak fogom majd odaadni, valamelyik prémium tagnak, aki szeretné ezt a gépet, hát most még ne jelentkezzen érte senki se a prémium tagok közül, de a következő adásban szerintem már eljutunk olyan állapotba vele, hogy ezt a gépet hidd el, hogy szeretni fogod, ha akarod, ha nem, mert megcsináljuk szépre. Szóval csupa rozsda az egész gép, tele van hányva, lógnak a belei, a takaró, hátlapi takaró lemezek is így kihullottak belőle, ezeket így félretettem, hogy ne legyenek útba. Csipolta a, már még nem is emlékszem, memóriát csipolta, talán kicseréltük a memóriát, utána jó lett. Szóval nagyon-nagyon ramaty állapotban van szerencsétlen gép. És megbeszéltük, hogy ez a ház ez nem maradhat. Tehát ez egy no fucking way kategória, ezzel én így nem fogom odaadni. De ki fogjuk cserélni a házat, miután ez a gép ez valamilyen szinten működőképes lesz. Úgyhogy ezt a gépet szeretném most tovább vinni, mert most már minél előbb szeretném most már valamelyik kedves prémium tagunknak kiosztani. Ugye odáig jutottunk, hogy a Winchester is rossz benne, tehát Winchestert is kellene benne cserélni. Mindjárt keresünk hozzá Winchestert, illetve beletettünk egy 2 megabájtos videokártya csodát, csak hogy adjon képet a gép, és ugye ezzel elindult, ugye ezzel lett a live-nak vége, hogy elindult a gép, és... ugye láttuk, hogy van benne még akarat, tehát meg lehet menteni a számítógépet, úgyhogy ezt a videokártyát ki fogjuk cserélni. Hoztam hozzá ilyen jóféle minőségi Radeon 9550 vagy 9600-as valami hasonló kártya, ilyesmi kártyákat, ma mindjárt megnézzük ezeket is, mert ez ugye egy Athlon XP processzor van benne, egy 2002 pluszos Athlon XP van benne, úgyhogy ez egy gyengébb Pentium 4-nek a megfelelője. És miután a Radeon 9550 egy nagyon-nagyon jó videókártya, gyerekek, ha láttok a piacon Radeon 9550-et, csapjatok rá, egyszerűen nagyon-nagyon jó videókártya, ugye Snake? Tehát annál jobb videókártya nincs a világon. Bocsánat, hogy elpoinkodtam, ha nem értitek a poént, ne haragudjatok, ez most Snake-nek szólt, hogy tudja, hogy miről van szó. Na, viszont ugye ott is volt egy olyan problémánk, hogy a CPU hűtésen, illetve magán a bordán a ventilátor nem ment, úgyhogy szerintem kezdjük azzal most itt a műveletet, hogy rátesszük ezt a ventilátort a bordára. Én készültem egy másik bordával is, viszont amikor megmondom őszintén, hogy ezzel kicsikét én előre dolgoztam ezzel a géppel, és levettem a hűtőbordát róla, újra posztáztam, és akkor vettem észre, hogy alapjában véve ez egy nagyon jó kis hűtőbordának számít, hiszen egy részbetétes hűtőborda. Ez azért abban az időben, akkor kezdődtek ezek a részbetétes, azaz rezet is tartalmazott a hűtőborda, réz-alumínium kombóból épül fel. Ugye ennek is megvan az oka, ugye ez nagyon egyszerű fizika, senkit nem akarok untatni a száraz tényekkel, csak tényleg, hogy még egy érdekes legyen. A réznek megvan az a tulajdonsága, hogy nagyon gyorsan tudja felvenni a hőt a másik felületről, viszont cserébe rohadt lassan adja le. Viszont az alumínium pont fordítva működik, lassabban veszi át a hőt a melegedő felületről, viszont gyorsabban tudja leadni a környezetnek, és ezért találták ki, hogy akkor elkezdik ötvözni a kettőt, és akkor rézbetét ugye a CPU-nak a magjával vagy a felületével érintkezik a réz, és az átadja a hőt az alumíniumnak, amiről már ugye a ventilátor gyorsabban le tudja tolni, úgyhogy ezért találták ki ezt a 2-in-1 2-az-1-ben megoldást, ugye egész hatékony kis megoldások voltak ezek, és hát nagyon-nagyon szerettük ezeket az ilyen ventilátorokat, mert nagyon jó hatásfokkal dolgoztak. Most valahogy rá kéne operálni a ventilátorra, ezt a ventilátort erre a bordára, azt nem tudom, hogy meg fogom-e tudni most csinálni, mert hülye voltam és nem próbáltam rá, mert már megint azt csináltam, hogy nem készültem előre, mert ugye mindig elmondom, hogy ezek a live-ok, ezek spontán live-ok, nem megrendezett, nem megjátszott live-ok, és hát ilyenkor megvan ennek a hátránya,
Na mindegy, aha, ja, ez nem jó hozzá ez a ventilátor, nagyon ügyes vagyok, ha csak nem így megpróbálom berakni. Légy szíves, menjél be! Aha, így lehet, hogy jó lesz. És ha nem lesz jó, akkor minden esetre majd most valahogy rá tákimákizzuk, aztán majd én ezt meg fogom csinálni, de lehetséges, hogy rá tudom rakni. Ha más nem, két csavarra már megfogja, az már, hogy bőven jó. Tudjátok, hogy a mondásban is van, a nem jó, mert túl hosszú a csavar, marha jó, másik csavar kellett volna, plusz a ventilátor nagyobb, mint ami rávaló a bordára. Bravo, bacsis, jó, benézted, fú de amatőr gyerekek, de szégyellem. Na most már mindegy, akkor is rárakjuk nagyjából, aztán majd meg fogom csinálni rendesen. Azt hittem, hogy ez jó lesz, kurva életbe. Így ránéztem, mondom, az a ventilátor, ez jó lesz erre a hűtésre, nem fogok hűtést cserélni. Erre itt van-e? Erre itt van-e? Pont nem jó rá. Hát jó, hát ezt benéztem. Akkor ezt most nem fogatom rá. Szóval az elég, hogy nem akartam ventilátor cserélni, pont ezért, mármint bordát, mert ez egy jó kis borda lenne, rohadjon meg, akkor most nem lesz ráfogatva, csak így. Aztán ma megcsináljuk a következő live alatt. Mondom, nem fogom lecserélni szarabb bordára a ventilátort, meg a hűtést. Most megbenéztem. Nem baj, felújtjuk, csak egy kicsit később. Egy adással később lesz. Most megpróbálom visszaoperálni a bordát a processzorra. Úgy. Be kell akasztani, úgyhogy ehhez kell a csavarhúzó. Na, olyan, mintha gyári lenne, tessék, meg van csinálva. Jó, nincsen, de most ki fogja bírni, jó lesz. Kap egy ventilátor csatlakozót, valamerre az alaplapra rá tudjuk dugni. Egy kis türelmet kérek, nem sokára lehet jelentkezni, ne felejtsétek el, a játék van, Foxpost kupont lehet nyerni, úgyhogy mindjárt lehet is telefonálni, amikor jelt adok. Majd akkor lehet telefonálni, csak most egy kicsit küzdés van ezzel a géppel. Na, vegyük ki ezt a videókártyát, nézzük meg akkor, hogy milyen lehetőségek vannak. Kettő kártyát gondoltam bele. Van egy, illetve kettő Radeon 9550-es, illetve egy Radeon 9600-as, amúgy szögre ugyanúgy néz ki a két kártya. Nem véletlenül, ugye ne felejtsük el, hogy mindegyik kártya ugyanarra az RV350-es GPU-ra épül. 4 pixel shader, 2 vertex árnyalóval van felvértezve ez a kártya. DirectX 9-es grafikai apit támogatja. Elsőként támogatta a Radeonok kártyák közül a DirectX 9-et. És 128, illetve 256 megabajtos kialakításúak voltak ezek a kártyák. Ezek mindegyik 128 megabajtos. A Radeon 9550 és a 9600-as kártya között mindösszesen csak annyi a különbség, hogy a 9550 alul van órajelezve. Bár aki nézi a live-ot, ők már találkozhattak itt a csatornánkon olyan 9600-al is, hogy hiába tűnt 9600 Pro-nak, gyakorlatban messze elmaradt az órajele. Szóval ez is egy kicsikét csalóka, hát ugye már akkor is ment a marketing, hogy össze-vissza állítgatták az órajelet, attól függ, hogy milyen komponensek voltak kéznél, aztán jó van az úgy. Hát most legyen akkor ez a 9550, ezt akkor belerakjuk, és ugye 9600-hoz képest a 9550 mindösszesen annyiban tér el, hogy egy picikét a GPU is alul van órajelezve, de igaziból, hogyha te bátor vagy és kemény vagy, főleg, hogyha passzív hűtésű kártyáról van szó, akkor megtámogatod egy aktív hűtéssel, simán fel lehet húzni 9600-as kártyának az órajelére, hiszen, mint mondtam, szögre megegyezik, és ebben a gépben tehát van egy, mi is van benne? Athlon XP 2002 plusz, ha jól emlékszem, ezt ugye múltkor nagyjából sikerült megállapítanunk, úgyhogy most megnézzük, hogy bekapcsol-e a gép, és hogyha bekapcsol ezzel a videókártyával, akkor tovább megyünk, keresünk egy Winchestert hozzá, és szép lassan elkezdjük építeni. Arra gondoltam, ugye ezt pont nem igazán mondtam el végig, hogy ugye nagyon-nagyon le van rúgva a gépház, ugye beszéltük, hogy ezt a gépházat ezt nem fogjuk megtartani, mert hogy néz ki. Úgyhogy először is arra gondoltam, hogy ha a gép működik, és fel van setupolva, és tényleg rendben van, akkor kivesztjük az egész belsejét, és átépítjük egy kulturális, abba kulturális házba, abba rakjuk át kulturálisba. Kultúrát házba át fogjuk építeni, és akkor utána valamelyik prémium tagnak oda fogom adni itt a BRSK TikTok csatornánkon, hogyha több jelentkező lesz rá, akkor ez, ahogy eddig is megszokhattátok, akkor sorsolás lesz,
És akkor természetesen ezt is majd nézhetitek, hogy ki fogja megnyerni, ugye sorsolás is nem megjátszva, hanem élesbe fog menni. Viszont ugye van egy nyereményjátékunk, amire bárki jelentkezhet, 1000 forintos Foxpost kuponért lehet telefonálni. Aki nézte a műsort, akkor már tudja a telefonszámot, tudja a kérdésre választ, lehet telefonálni, gyerekek. Ki szeretne 1000 forintos Foxpost kupont, lehet telefonálni. És ugye, ahogy elmondtam, hogy nem egy, hanem kettő Foxpost kupont is fogok kiosztani. Na, itt a telefon, lehet hívni, nem olyan, senkinek nem kell Foxpost kupon, gyerekek. Na azért már, azt hittem, hogy beégek. Na, ezt akkor így, hát tessék el, ne rakjad le a telefont. Na, 1000 forintos Foxpost kuponért lehet telefonálni, gyerekek. Jó, hát akkor leteszem a telefont, hogyha valakinek kell az 1000 forintos Foxpost kupon, na azért, nem tudom, hány agyára hívtok. Meg lesz, gyerekek. Na nézzük. Igen, tessék. Hello, szia Bacsi, és Bálint vagyok. Szia Bálint. Nem tudom, én vagyok az első jelentkező? Te vagy az első jelentkező. Akkor nagyon szépen megköszönöm, és a jelszó Pentium Pro, ugye? Pentium Pro, nagyon jó. Köszönöm szépen, honnan hívsz engem, és mióta nézed a csatornánkat? Nógrád megyek Karancsalja, és nem tudom, mióta nagyjából TikTokon van, egy másfél-két éve legalább. Szuper, köszönöm szépen, hogy ezeket így elmondtad. Figyú, arra kérnélek, hogy légy szíves, egy SMS dobjál nekem erre a telefonszámra a teljes neveddel, semmi más nem kell, és akkor én, hát ha ma nem is, de legkésőbb holnap, akkor SMS-be fogok küldeni neked egy kódot, és amikor te a Foxpost csomagot adsz fel, akkor tudsz megadni kupont. Megadod azt a kupont, amit én átküldök neked, tehát ez egy virtuális kupon, és 1000 forintot le fog vonni a szállításból. Értem, köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy telefonáltál. További szép napot is, nézd a műsort, szóljál a szomszédnak, mindenkinek, minél többen gyertek. Örülök, hogy telefonáltál. Jó műsort, tovább fogom nézni. Köszönöm. Helyes, köszönöm, hogy szóltál. Ciao. Na, megvolt az első Foxpost kupon, ki lett, gyerekek, sorsolva, valamit. Ezt szoktam kell, nem sorsolva lett, hanem ki lett osztva. Ha szeretnél még Foxpost kupont, lesz még egy 1000 forintos Foxpost kuponunk. Kedves Snék, küzdett ki ismét a telefonszámot, lehet nem sokára ismét telefonálni. 0630 158 54 95 a telefonszám. És a következő kuponért a kérdésem az lesz, hogy Athlon XP. Ezt kell majd bemondanod. Amikor is meg fogom kérdezni, hogy a kuka szökevényünk, amit most itt meg akarunk menteni, milyen processzorral van ellátva. Athlon XP processzorral van ellátva, telefonszám ki van rakva. Ha szeretnél Foxpost 1000 forintos kupont nyerni, akkor hamarosan lehet telefonálni. Persze most még egy kicsikét nézned kell hozzá a műsort. De hát ugye ezért csináljuk, hogy nézzük és javítsuk ezeket a nyomvadt gépeket, mert hát meg kell őket menteni. És akkor, hogyha mindjárt valamilyen szinten életet lehelünk ebbe a gépbe, akkor elkezdjük nézni az UMPC-t, újságot is nézegetünk, alaplapot is tesztelgetünk. Rengeteg témánk van, gyerekek, amivel foglalkozni kell, úgyhogy haladjunk. Na, kapcsoljuk is be akkor a gépet. Flex, megy a flex. Na, hát gyerekek, eddig azt mondom, hogy jók vagyunk. Mit tud az AMD Athlon XP processzor? Ugye az AMD Athlon XP processzorok az egy K7-es architektúrára épült, AMD K7-es architektúrára épült, és Socket 462-es tokozásba lett belepattintva, és a Pentium 4 processzoroknak volt nagyon-nagyon jó konkurenciája. Előnye, hogy sokkal olcsóbb volt annó, mint a Pentium 4, hátránya, hogy csak a sima SSE 1-es utasításkészletet támogatta, ami már akkoriban is eléggé hát, soványka volt. Ezért csúnyán avult el, hamar avult el, de akkoriban ez egy nagyon-nagyon jó árértékű gép volt, és nagyon-nagyon sokan szerettük az AMD-t, és bizony az Intel akkoriban mindent megtett, hogy a számítógépekben, az asztali brand számítógépekben, ugye mi az a brand, amit ugye egy külön konkrét gyártó gyárt, Asus, MSI, Acer, Lenovo, most ebből hirtelen nem jut eszembe, tehát ott azért az Intel ügyeskedett, hogy ne adjanak AMD processzorral számítógépeket, mert bizony nagyon-nagyon jól sikerültek az AMD Athlon processzorok. Ebben most azért írja 1500 plusznak, mert, meg persze sipol, mert azért sipol, mert azt mondja, hogy nem jó helyre van dugva a CPU ventilátor, de azért nem paráztam be miatta, mert tudom, hogy be van dugva, megy a ventilátor, nem fog túlmelegedni, úgyhogy ezzel egyelőre szerintem problémánk nincsen. Majd átdugom valahogyan a ventilátort, ahova kell, megkeresem az alaplapi csatit.
Szóval egy 2002 plusz van benne, azért 1005 pluszt írt ki a BIOS, mert ugye be kell még állítani az órajelet kézzel, mert 100 MHz-es FSB-vel indult el a cucc, viszont ugye 133 MHz-es FSB-vel rendelkező processzor, úgyhogy azt mindjárt be fogjuk állítani, ad képet, és akkor jön az, hogy gyerekek, keresünk hozzá egy Winchestert, épülget, szépülget a gép, ugye benne lévő vinyó az sajnos nem működik, úgyhogy ezt már szedem is ki belőle. Ennek hogy fog örülni az ismerősöm, akinek mindig odaadom vasba az ilyen elektronikai hulladékokat, mindig összegyűjtöm neki, aztán elviszi, aztán örül neki. Ugye ez bele van építve, mint az, nincsen beleépítve, csak bele van rohadva. Szóval egész jó lesz, gyerekek, kap egy Winchestert, kap egy operációs rendszert, és már is mehet majd rajta nem sokára jóféle játék. Megint, hogy nagyjából kontextusba tudjuk helyezni ezt a gépet, úgy nagyjából 2005-2006-ig bezárólag lehet rajta játszani majd játékokat. Tehát, ahogy megszokhattátok, ebből a gépből is gamer számítógépet fogunk csinálni, amit ugye természetesen ingyen fogok felajánlani valamelyik prémium tagomnak, hogyha több prémium tag jelentkezik a gépért, akkor pedig sorsolni fogunk, ahogy megszokhattátok, nem megjátszva, hanem majd ezt mindenki nézheti a sorsolást. Kiszedtem belőle a Winchestert, hát ez egy standard, ide Winchester van benne. Még egyszer és utoljára mondom el a mai Foxpost kuponért, amit lehet nyerni. Ugye 1000 forintos Foxpost kuponokat osztogatunk itt a kedves nézők között. Lesz egy kérdés, azt fogom megkérdezni, hogy milyen processzor van ebbe a gépbe, azt kell mondani, hogy AMD Athlon XP, vagy Athlon XP bőven elegendő, és akkor a telefonszám, ami már meg lett adva, még egyszer utoljára megadom, hívnod kell a 0630 158 54 95-ös telefonszámot, amikor jelt adok, akinek sikerül betelefonálni, övé lesz az 1000 forintos Foxpost kupon. Na hát ettől a Winchestertől így elbúcsúzunk, szegény sajnos leesett, és akkor keresünk hozzá egy másik Winchestert. Da-da-da-dam. Nézzük, hogy miből élünk, gyerekek. Szia, bacsis, nagyon szépen köszönöm a kupont. Hihetetlen, hogy végre valahol én voltam az első. Figyeljél, hát lehetséges, hogy nem az öt találatos lottót nyerted meg nálunk, de ahogy szoktam mondani, nem adunk sokat, de ezt nagyon-nagyon jó szívvel adjuk. Na hát figyelj, itt van itt az első Winchester, ez egy 20 GB-os Quantum Fireball Winchester. Ezt fogjuk akkor belehelyezni ebbe a gépbe. Belehelyezzük a számítógépbe ezt a jóféle Winchestert. Ez egy Quantum 20 GB-os Winchester. Ugye mindig el szoktam mondani, hogy a live nem megjátszott, nem megrendezett, full random, full véletlenszerű, kivéve ez a része. Őszinte leszek, előre dolgoztam, a Winchester kapott egy operációs rendszert, kettő okból. Az egyik az az, hogy lássam, hogy egyáltalán van-e akarat a gépbe, tehát menthető-e. Ne dobjunk erre 3-4-5 live-ot, hogyha esetleg nem menthető a dolog. Menthető, illetve nem akartam azzal eltölteni az időt, hogy mi Windows-t fogunk telepíteni. Úgyhogy ez a része most megjátszott, tehát most úgy csinálunk, minthogyha, de természetesen ez akkor előre egy feltelepített operációs rendszer már megtalálható a gépen. Viszont mondom, se a szerelés, semmi más nem megjátszott, az teljesen random, véletlenszerű, úgyhogy ha esetleg valami gebasz van, akkor együtt lehet majd izgulni velem. Dugjuk rá a gépre a Winchestert. Hát erre jó volna azért így előre valami vackot alárakni, hogy elektronika ne érjen hozzá a gépházhoz. Na, tessék, nagy floppy, most stílszerűek legyünk, és azért úgy csinálunk, minthogyha jó, srácok, tehát izgalmasabb lesz. Hát ugye ezeket a gépeket hogyan is szoktuk feltelepíteni, ugye optikai meghajtóról kell feltelepíteni. Van egy jóféle Plex Store DVD író, olvasó meghajtóm, ez örök élet, plusz két nap, szeretem a Plex Store meghajtókat, úgyhogy ezt a meghajtót azért használom, mert hogyha ez a meghajtó, tehát hogyha telepítek, akkor ne fussak olyan problémába bele, hogy esetleg a meghajtó a hibás. Úgyhogy ez az ilyen kis szerviz meghajtó, mert sosincsen beépítve gépbe. Ez arra van, hogy fel tudjak telepíteni egy számítógépet, és ne legyen probléma. Mármint lehet probléma, csak ne ilyen jellegű, hogy mit tudom én, nem olvas a meghajtó. Úgyhogy ezt akkor így rárakjuk. Mondom, ezt most tényleg csak most meg megjátszuk, úgy csinálunk a feeling kedvéért. Be van dugva a billentyűzet is az egér. És akkor elővesszük a Windows XP telepítőlemezt. Természetesen eredeti formában, mert nehogy már ne, mármint legalábbis a Windows kulcs az teljesen legális lesz a számítógéphez, nem kalózkodunk, vagy pedig nem lesz beaktiválva. Ez a kettő variáció van, nincsen tört verzió.
Na várjál, most miért nem kapcsol be a gép? Bekapcsol. Betesszük a lemezt. Reméljük elindul a számítógép még egyszer. Nem dugtam rá az izét. Basszus, nem dugtam rá a monitort. Laptopom van-e eladó, ez a kérdés. Ezen a TikTok csatornánkon csak hobbiból foglalkozunk a számítógépekkel, szóval igaziból. Ha van is, akkor azt ingyen osztogatjuk és nem eladjuk. Nagyon jó. Tudom, nem megy a ventilátor, de megy, csak nem jó helyre van rádugva. Na, ilyenkor most azt csináljuk, hogy mi a franc van? Ajaj, lehet, hogy nem tudom, mennyire láttátok. Szét van esve a kép. Basszus. Na jó, hát ugye ez a része már nem a megjátszott kategória. Hú, de jó. Hol osszuk ingyen? Itt a TikTok csatornán időnként kiosztunk vagy komplett számítógépet, vagy komplett laptopot. Most ugye mai nap folyamán Foxpost kupont lehet nyerni, illetve mostantól kezdve folyamatosan Foxpost kuponokat lehet nyerni. Természetesen nem százasával osztogatjuk a gépeket, se a laptopot, se az asztali gépeket, hanem mindig meg kell várni, de igyekszünk minél többet kiosztani a kedves nézőknek, úgyhogy... És a francot csinálják videókártya, a francba, olyan, mint a videókártya lenne. Á, jó. Hát akkor... Akkor most videókártyát cserélünk. A francokat kezdjük el nézni, mert most esküszöm felgyújtom. Mire készülök három videókártyával, és szétesik a kép. Á, lehetséges, az volt a baj, hogy menet közben dugtam rá a monitort, és kicsúszott a kártya a foglalatból, mert az ugye nincsen lecsakadozva. Még egyszer nézzük meg. Aztán utána foglalkozunk másik témákkal, több témánk is van. Ne felejtsétek el még a kupont is, még ki kell osztogatni, de azért még egy kicsikét várnotok kell, mert nem akarom olyan hamar előni a két kupont, de természetesen minden live-ban lesz Foxpost kuponunk, gyerekek. Na, most egyelőre jónak tűnik. Na most lehet, hogy megjavult, gyerekek, megjavult. Mindaz normál módú indítása, úgyhogy most úgy csináltunk, hogy már fel lett telepítve a telepítő lemezről a Windows XP operációs rendszer, és akkor most fog indulni. A kék halál van, újra kell telepíteni, nem kell újra telepíteni, hogyha esetleg olyan azért van kék halál, mert hibás a memória, vagy hibás a videókártya, akkor az elvileg egy hardware csere után, tehát memória és vagy videókártya csere után jónak kell lennie, nem kell újra telepíteni a számítógépet. Hogyha esetleg szoftveresen akad össze valami, na az már nagyobb baj, és akkor viszont tényleg az újra telepítés a megoldás. Napjainkban már azért a újabb oprendszereknél nem jellemző, hogy azért lenne kék halál, mert hibás a Windows 10, 11, elég stabil oprendszerek. XP-s időkben még azért voltak ilyen problémák, de általában a kék halál az azért van, mert egy-egy hardware hiba van, és nem az újra telepítés a megoldás. Fenelné meg, mi a franc van ezzel? Lehet, hogy mégse kerek ez a videókártya, tényleg most betöltött, kurzorig eljutottunk, de egyelőre ez itt megállt. Na jó, addig foglalkozunk másik témával, gyerekek. Aztán cserélünk egy videókártyát, rohadjon meg. De ez már akkor is pozitív, idáig eljutott a gép, gyerekek. Ne felejtsétek el, hogy ilyen ramaty állapotban volt, csupa rozsda. Na. Hogyha már ezt a gépet itt nézzük, akkor engedjétek meg megint a reklám helyét. Májusban lesz egy közönség találkozó, szeretnénk Budapesten majd reklámozni a BRSK-t, hiszen nyakunkon a BRSK. Ezt a gépet fogjuk magunkkal vinni, és ezt a gépet ott a helyszínen például ezt ingyen fogjuk odaadni. Ebbe egy negyedik generációs i7-es processzor van, egy GTX 750 Ti videókártya, van benne vagy 2 terabájtnyi merevlemez, talán még több is. Ahogy beszéltük, tudom, hogy nem egy új gép, tudom, hogy nem egy több százezer forintos gép, de azért ezt még lehet forintálisan is még értékesíteni, és azért szerintem az egy negyedik gen i7 gép sok embernek még azért jó lehet, úgyhogy ezért a gépért is majd lehet jelentkezni, bárki megkaphatja, majd csak el kell jönni személyesen, és tudtok velünk találkozni, osztogatjuk majd a BRSK-s plakátot, mert minden, hogy minél több helyre eljusson a BRSK-nak a híre, és akkor ezt a gépet ott helyszínen majd ki fogjuk sorsolni köztetek, akik kijöttök, egyelőre se a hely, se az idő még nincsen meg, de hamarosan meg lesz, és május, vagy az első, vagy a második hét
hétvégén, akkor ezért a gépért Budapesten lehet majd jelentkezni személyesen. Úgyhogy bocsánat, hogy ezt így elmondtam, ez volt a reklám helye, de ugye nektek is jó lesz, mert majd lesz egy ilyen jóféle gépetek. Ezzel a géppel akkor az van, hogy egyelőre jó a merevlemez. Ugorjunk. Jó? Nem sokára visszatérünk, most egy kicsikét pipa vagyok ez miatt, mert nem ezzel számoltam. Na, visszatérünk akkor az UMPC-hez, ezt szeretném megmutatni. Szeretném megkérdezni, de full komolyan gyerekek, jó? Tehát segítsetek nekem, ha én ezt a Foxpostos kis zászlót ide rakom, mennyire zavar? Maradhat, vagy nagyon-nagyon tolakodó? Jó, tényleg nyugodtan mondjátok meg, szeretnék nektek minél minőségibb műsort csinálni, és nem beletolni az arcotokba a fölösleges reklámot. Hogyha belefér, akkor itt hagyom, hogyha azt mondjátok, hogy nem fér bele, akkor kitalálunk valami más. Jó, úgyhogy légy szíves, ezt nagyon-nagyon hálás lennék, hogyha minél többen ezt visszaírnátok. Nem akarunk spamelni, nem akarjuk, hogy elvegyük tőletek az élményt, de ez kellemes, a hasznossal ez muszáj, jó? Foxpost szeretjük, kuponokat is osztogatunk, mert adtak, és tényleg jó szívvel adják, és én is jó szívvel adom tovább. Ennyi, hogyha belefér, akkor... Oké, nem fog semmit sem, ígérem, semmit sem fog kitakarni, hogyha gond van, bármi van, nem tetszik, nem jó, gyerekek. Nem győzöm hangsúlyozni, értetek vagyunk, ti vagytok a legfontosabbak, nem spamelünk, komolyan mondom, szóljatok, írjatok. Ha én nem is olvasom, Nemes Sanyi, vagy a feleségem, vagy a Snake figyeli a csetet, olvassa, folyamatosan továbbítják nekem az infókat. Bármi tapasztalat van, ötlet, óhaj, sohaj, panasz, bármi, jó gyerekek? Köszönöm szépen. Na, hát két témánk lenne itt, az egyik egy jóféle PC World-ös 94-es újság, illetve egy UMPC, hogy is látom, majd meglátjuk, amennyire lesz zavaró a fény, lehet lekapcsolom, általán így jobb lesz. És akkor erről szeretnék egy kicsikét, falra kéne raknom, azért nem jó, hogyha falra rakom, mert ott nem fog látszódni. Erről szeretnék egy kicsikét beszélni nektek. Ugye bizonyára tudjátok, hogy Madarasszon itt volt nálam nem annyira régen, és ugye mobil konzolokkal, kézi konzolokkal foglalkoztunk, én Toshiba librettókat hoztam, meg HP Jornadát hoztam, és ugye arról volt szó, hogy hát nem igazán összehasonlítható a mobil konzollal, kézi konzollal azok a készülékek, és igaziból ez se, hiszen nem arra van, de ez egy picikét közelebb áll a kézi konzolokhoz. Ez egy teljes értékű számítógép, gyerekek. És annyit kell róla tudni, hogy ez egy UMPC kategóriába esik. Ez valamikor 2005 és 2010 között futottak az UMPC készülékek. A neve onnan ered, hogy Ultra Mobil PC. Teljes értékű számítógép. Van benne egy Celeron M processzor, ez egy Celeron M768 pontos neve. Ez kemény 900 MHz-en dönget, és a Pentium M architektúrára épült. Tehát ugye ez a Pentium 4-nek volt a mobil megfelelője, csak hogy el tudjátok helyezni valahogyan. Nagyjából ez a 900 MHz, tudom, hogy elég csirkének tűnik, de ugye nagyon jó architektúra volt. Azért ez egy 2-2,5 GHz-es Pentium 4 szintjét hozta. Van rajta egy Windows XP, Windows Vista kompatible matrica, ugye Windows XP, de akár Windows Vista-val is kompatibilis a cucc. És miután ugye mondtam, hogy ez egy teljes értékű számítógép, hát ugye ezt igyekezett a gyártó is úgy kihangsúlyozni, hogy tényleg tudja teljes értékű számítógépként használni. Volt rajta egy jóféle mini USB, bekapcsoló gomb, login gomb, most ezt meg nem mondom, hogy mire jó, Wi-Fi kibekapcsoló, SD memória, most kapcsolok fényt, mert itt talán jobban látszik az oldalán akkor. SD kártyaolvasó, hűtés, ez valamit nem tudom micsoda. Valamivel ez ami kioldó neki, nem tudom mit old ki, akkumulátort nem tudom. Van rajta még egy USB, AV out, valami videó kimenet jel rajta, töltő, hang kimenet, illetve mikrofon kimenet, és még egy USB, és a legjobb gyerekek, hogy ide rá tudsz dugni egy külső floppy meghajtót, illetve még egy LAN, egy 100 megabites LAN csatlakozó is van rajta, tehát könnyedén rá tudod kötni az egészet hálózatba. Ugye közepén egy 7-szoros kijelző van, ez 800x480-as felbontással rendelkezik, és ami a legmenőbb benne, a legmenőségebb, gyerekek, hogy van rajta egy trackpoint, tehát egy klasszikus laptop trackpointot láthatunk itt rajta, azt itt lehet itt birizgálni, bal klik, jobb klik, webkamera, itt mondjak még róla, kapcsoljuk be! Hát ugye billentyűzete nincs, amúgy alapból lenne hozzá gyárilag adott az Asus hozzá billentyűzetet, nézzétek meg, tényleg úgy indul, mint egy teljesen átlagos számítógép. Bejelentkezik az AMI BIOS, szól, hogy le van merülve az alaplapi elem, majd mindjárt tovább is megy. Így van, jól emlékeztem, Celeron nem 900 MHz-es processzorral. Ez gyakorlatilag egy Asus EPC hardware, nem? Nem. Illetve
Ha nagyon-nagyon akarom, akkor rokonságba lehet vonni, hiszen az EEE PC-nek az volt a lényege, hogy energiatakarékos kicsi számítógépet adtak, viszont nagyon-nagyon gyenge volt a hardware, és viszont cserébe olcsó is volt a gép. Itt a hardware közepesen volt gyenge, viszont full extra a gép, maga az anyag használat, ez a szálcsiszolt műanyag, nem tudom. Tehát ez egy full prémium, és az ára is ezt tükrözte, ez 2007-ben jelent meg, gyerekek. Doppergést kérek, 250 ezer forint volt 2007-ben. Szóval ez egy nagyon-nagyon drága készülék volt. Annyiból igen EEE PC, hogy egy energiatakarékos gépről és egy kicsi gépről beszélünk, de teljesen más kategóriát képviselt. Az EEE PC a belépőszintet képviselte, míg ezek az UMPC kategóriába estek, és, az, és tényleg a felső kategóriát, a top kategóriát kaptad meg, hordozható kivitélbe. Ó, még amit nem mondtam el rajta. Hoppá! GPS, gyerekek, GPS! Itt az antenna hozzá, mekkora menő már! GPS tabletek elődje, én ezt megint nem mondanám, mert ebben az időben bár voltak tabletek. Szabad ne feledd, szabad ne feledd. Na megint olyan hülye vagyok, hogy itt mindent meg akarok nektek mutatni, meg csinálni, és mindent megteszek érte. Viccelek ám, nagyon szívesen csinálom. Értetek vagyunk, gyerekek, iratkozz fel, ha bírod a retrót. Nálunk folyamatosan a retro hardverek bemutatása megy. Van itt nálam egy Acer gép, amit most nem fogunk kipróbálni. Ezen egy Windows XP logó van, egy, ne ígyétek, hogy off topic, mindjárt megértitek az összefüggést. Van itt egy Windows XP logó, ez egy Pentium M processzor van benne, ez is egy ULV processzor, egy 1 GHz-es Pentium M processzor van benne, egy 10 szolos kijelzővel, TFT kijelző, 40 GB merevlemez, hát egy 10 szol, tehát egy picike kis laptopról beszélünk, és szus. Na, itt szenvedek, megvan. Kihajtható, kiforgatható kijelzővel. Stylusszal. Tessék, tablet. Szóval ebben az időben már voltak tabletek. Sőt, olyan szinten voltak tabletek, hogy PC kompatibilis. Tehát ez egy full Windows XP-t, egy teljesen standard Windows XP-t lehetett vele használni, és hogyha akartad, tabletként használtad, hogyha akartad, kiforgathattad a kijelzőt, és akkor, vagy visszaforgattad a kijelzőt, és abban az esetben már is egy teljesen standard sub-notebookként tudtad használni. Ennyi. Érintő kijelzővel, tehát voltak tabletek ebben az időben, de az Asusnak az UMPC-je nem akart tablet lenni. Tablet akart lenni, de nem tablet. Hanem ez az UMPC kategóriát képviselte, ahol az volt a lényeg, hogy igen, tényleg voltak hasonlóságok, hiszen ehhez is volt stylus. Teleszkópos. Érintő kijelző, és ehhez volt egy full, normál, standard Windows XP, na jó, nem standard, mert ez a Windows XP Tablet Edition volt rajta, de ez egy UMPC-t képviselt, tehát itt ugye fontos volt, hogy teljesen X86 kompatibilis legyen, hogy meglegyenek rajta az USB-k, mint egy rendes számítógépen, bővíthető, fejleszthető legyen, szóval hasonlóság van, de nem akart tablet lenni. Foglalkozzunk a témával egy kicsikét mindjárt később is. Nem akarok nagyon-nagyon messzire menni, viszont volt nekünk még egy nyereményjátékunk, az pedig a második Foxpost kupon. Tehát, ha szeretnéd megnyerni a második 1000 forintos Foxpost kupont, és figyelted a műsort, akkor már lehet is telefonálni, és aki be tud telefonálni a műsorba, már is övé lesz az 1000 forintos Foxpost kupon. Lehet telefonálni, gyerekek! Addig, amíg csörög a telefon, ha esetleg maximum rajta marad a kupon, de jó lesz nekem, lesz egy 1000 forintos Foxpost kuponom. Addig akkor nézzünk meg valami kis játékot, tehát nem, tényleg nem kell senkinek a Foxpost kupon, gyerekek? Nem csörög a telefon. Szóval nem kézi konzol akart lenni, nem játékra lett tervezve, viszont tudtad játékra is használni, és persze nagyon fun meg minden, de
macerása kezelése, nem ezt akartam elindítani, hanem valami autós játékot indítsunk el, mert az tök jól néz ki. Természetesen még az akkumulátor a máig, a gyári és máig hibátlan állapotban van. Hát olyan túl sokat nem tud, de van benne azért még másfél óra. Na, mi van? Senkinek nem kell a Foxpost kupon, gyerekek? Tényleg? Hát akkor így mit csinálok vele? Miután senki nem csörög telefonra, akkor azért még egyszer elmondom. Tehát 1000 forintos Foxpost kuponért lehet telefonálni, csak fel kell hívnod a 0630 158 54 95-ös telefonszámot. Ha fel tudod hívni, csörög a telefon, és bemondod a kérdésre a választ, ami az lesz, hogy Atlon XP, akkor már is, na végre, erről beszélünk, gyerekek! Igen, tessék! Halló! Halló, szia, szia! Szia! Én Bacsis vagyok! Sziasztok! Szia, sziasztok! Atlon XP a megfejtés. Atlon XP a megfejtés. És miért nem telefonáltál előbb? Már majdnem beígtem, hogy nem csörögtök a kuponért. Az első körben is próbálkoztam, csak felgerőztek. Értem. Jó. Fú, szuper. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Atlon XP a megfejtés. Tehát figyelted akkor a műsort. Elejétől nézed, vagy esetleg nem olyan rég kapcsolódtál a műsorba? Az elejétől nézem mindig. Én Vadalma 1 vagyok. Szia Vadalma 1. Hát, jó, így akkor képbe vagyok. Örülök, hogy akkor beszélünk így élőben, és mindig láttam, hogy tényleg ott vagy és aktív vagy. Jó, figyú, arra kérnélek, akkor téged is biztos hallottad, hogy légy szíves, akkor SMS-be dobd át a teljes nevedet. És akkor én fogom majd vagy live után, mindenképpen live után fogom küldeni, vagy ma este, vagy holnap, akkor küldöm az 1000 forintos Foxpost kupont. Jó, köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy telefonáltál. Köszi, sziasztok. Ciao. Na gyerekek, megvan a kettő kuponnak a sorsolása. Aki nem nyert, akkor ne aggódjon, mert a következő live-ban is lesznek még 1000 forintos Foxpost kuponjaink, amit nagyon jó szívvel osztogatunk nektek, gyerekek. Na, szóval visszatérünk egy kicsikét még az Atlon XP-hez. És hát indítsunk el valamit. Tudom, hogy nem szeretitek a játékokat, úgyhogy nem is nagyon fogunk játszani. Nyakpánt lesz a sorsolva? Nem, egyelőre csak Foxpost kupon a nyeremény, amit lehet nyerni nálunk. Na, betöltesztesi. Lesz valami. Szóval marha jól néz ki. Nagyon kényelmes a trackpontja, nagyon jó kezelni a trackpontját. Van egy ilyen kis jogdiál itt benne baloldalt, ezek ugye a kurzorok. Lehet jobbra-balra irányítani vele. Középen az Enter gomb. Na most miért nem akar ezzel indulni? Na. Viszont van egy kis probléma. Hát az, hogy miután ugye mondtam, hogy ez azért nem játékra van, és a játékok sem erre a készülékre vannak optimalizálva, ezért az van, hogy amikor te neked olyan játékot kell játszanod, ami billentyűzettel megy, már pedig a PC-knél azért ez elég gyakori, hát akkor azért vannak problémák. Természetesen lehet vele. Nagyon-nagyon jó pofa. Nem játszunk, mert tudom, hogy nem szeretitek nézni a játékokat. Mindjárt megyünk a következő témára. Megnézzük a PC Word-be. Kicsikét belelapozunk egy 94-es PC Word-be. Iratkozz fel, hogyha bírod a retrót. 2007-ig megyünk ma az időutazásunk során, de hamarosan visszamegyünk 1994-ig. Belelapozunk. Ha nem szeretitek az újságot, ne foglalkozzatok vele, tényleg csak röviden fogunk belelapozni. Rengeteg témánk van, alaplapokat kell tesztelnünk, a Pentium Pro szervet kell néznünk, a kukaszökevényt kell néznünk, a Foxpost kupont már kiosztottam, de hogyha szeretnétek nyerni Foxpost kupont, akkor is fel kell iratkozni, mert következő live-ban is folyamatosan lesznek nyereménytárgyaink. Na hát nézzétek meg, azért nem mondjátok, hogy nem menő. Hát ugye újabb probléma, ahogy én mondtam, hogy nem játékra van, hogy a grafikus kártyája is egy hulla gyenge kártya. A Intel HD Graphics 3100 van benne. Hú, most nem is tudom fejből, na majd megnézzük azért. De egy nagyjából 2001-ig azért lehet vele játszogatni. 2002-ig. Mindjárt elindítunk valamit, tényleg csak röviden. Jó, az Axia, egy 60 GB-os merevlemez van benne, egy 1,8-szoros merevlemez van benne, ez azért érződik, tehát egy SSD azért jobb lenne, iszonyatosan lassú a gépnek a működése. Miután betöltött, persze teljesen rendben van, de
Hát 3 perce volt idő neki, úgyhogy a gyári Windows XP van rajta, amit az Asus hozzáadott, és én ebből mindent kigyomláltam, amit ki lehetett gyomlálni, hát még így is lassú. Szegény, úgyhogy, de amúgy amikor ez kijött, ez már akkor is probléma volt, tehát írták is a tesztekbe, hogy azért ez úgy 3 perces bootidő azért az nem egy kapkodó idegbeteg dolog. Összeszedi magát, után azért használható, természetesen 1,8-os SSD-t lehet belerakni. Úgyhogy azzal azért lényegesen jobb lenne, gondolkodtam amúgy rajta, hogy kicserélem, de miután nem használom, tehát tényleg csak így mutogatom, nagyjából arra van, a fölösleges. Hát ez most olyan 10 FPS-sel döcög, na most kicsit jobb, összeszedte magát. Már van az 15 is, kicsit lejjebb kéne venni a grafikát. De hát a Need for Speed Hot Pursuit, ami egy GeForce 2 MX-en már jól elmegy, azért ezen egy kicsikét akad, kicsikét nagyon. De azért mekkora menő már, nem? Na és ugye akkor van a probléma, amikor ki akarsz lépni. Mert hát ugye nincs escape gomb. Hát olyankor jönnek az alternatív megoldások. Billentyűzetet rádugod. És akkor így akkor már ki tudsz lépni belőle. Viszont Age of Empires-et játszani rajta iszonyatosan menő. Na, meg azt mindjárt megnézzük. Megmutatom a Pentium Pro szervert, mert az most sajnos pont aktuális. Hát, mint látjátok, számolja a memóriát, ami azt jelenti, hogy újraindult a cucc. És hát kevés a táp neki. Gyönyörű szépen futott a Quake rajta, de nem bírja el. Tudjátok meg, mit próbáljunk meg? Hogy egyértelműen kiderüljön, ami a probléma? Vegyük ki az egyik processzort. Nézzük meg egy procival. Mert azért egy processzort, hogyha én kiveszek belőle, azért az eléggé nagy fogyasztó, az ilyen 30-40 wattot is megeszik egy proci. Ebben az időben bizony ennyit fogyasztott egy CPU. És akkor megnézzük, hogy egy CPU-val meddig megy el a cucc. Aztán, de az a baj, ez csúnya szóval mondva, ez már csak fingreszelés, mert a lényeg az, hogy szar a gép. Már bocsánat, nem szabad csúnyát beszélni. A lényeg az, hogy hibás a gép. És most én hiába állapítom meg, hogy hű, de jó, egy processzorral megy, de lényegen nem változtat. Tehát ezt, ha rendesen meg akarjuk csinálni, akkor ennek a gépnek a tápegységét fel kell újítani. Úgyhogy, hát ez sajnos ilyen. De nyugodtabban szedem ki belőle a tápegységet, hogyha látom azt, hogy egy processzorral tényleg elmegy 2 napot, mert akkor azt mondom, hogy akkor ez tényleg stabil. Na hát ugye beszéltük a hűtőbordát, az már utólag lett rárakva, illetve a ventilátor, mert ugye a második CPU kevesebb légáramlatot kap, és hát akkor ezt itt most szépen kiszedjük. Beszedjük a hűtést, hogy de gyönyörű fekete Pentium Pro, kérem szépen, hát itt minden van itt, kérem szépen. Na ez volt a flexelés, Amerikában rendeltem amúgy ezeket a processzorokat, nagyon-nagyon ritkák, nagyon-nagyon értékesek, nagyjából beszerezhetetlen kategória, főleg manapság, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, összesen 3 darab fekete Pentium Pro-m van, úgyhogy nagyon-nagyon meg kellene csinálni ezt a gépet, hogy ez menjen tovább, viszont még egy érdekesség, lehet benne tuningolni a processzorokat. Ezeket a kis jumperokkal be lehet zongorázni a órajelét, és ugye hivatalosan megvan adva, milyen állásban van a 160 MHz, a 180 MHz, a 200 MHz, de miután 4 jumperrel is tudsz zongorázni, ezért sokkal több olyan beállítási lehetőség van, mint ugye az Pentium Pro órajelű. Na még egyszer, több jumperes beállítási lehetőség van, mint ahány Pentium Pro processzor létezik, ezért ha olyan beállítást állítasz be, ami amúgy hivatalosan nincsen, akkor is elindul, az is be van drótozva, csak akkor más, tehát még különböző bórajelekkel indul el a gép, ezért le tudsz menni a hivatalos 166 MHz alá is, meg fel tudsz menni a hivatalos 200 MHz fölé is, 240 MHz-ig fel tudtam húzni a Pentium Pro processzorokat benne, amit már az 1 MB cache-es Pentium Pro-k nem igazán tolerálnak. A 256 kilobájtosok közül, amik SL-lel kezdődik a spec száma, azok bírják, de 220 MHz-et kiköhögik amúgy. Na, kiszedjük a VRM-et is, most ugye ez se fog kelleni. És hát megmondom őszintén, ez a gép,
Ez még soha nem volt így ebben a felállásban indítva, úgyhogy megint egy történelmi esemény tanúi vagytok, kedves barátaim, kedves nézők. Ez a Pentium Pro szerver életében először 1997 után, azaz lassan 30 év elteltével, egy processzorral fog elindulni. Hát vagy nem. Hát vagy képet se fog adni, és akkor felgyújtom az egészet. Ja, szóval így vagy úgy, a tápot azt meg fogjuk csinálni. Van, ahogy elmondtam a live elén, van amúgy hozzá egy másik tápom, de lövésem sincs, hogy hol 10 éve láttam utoljára. Sejtem, hogy melyik helyiségemben van, ennyit már tudok. És a live előtt keresgettem is amúgy a tápegységet, hát szerintetek megtaláltam, hát még véletlenül se. De nem adom fel, így vagy úgy ezt a tápot meg fogom csináltatni. Ugye beszéltük róla, hogy teli van spéci kábelekkel, ami egy standard AT-s tápon nincs. Most oké, ez be sincsen kötve, ez valószínűleg mínusz 5 volt lesz. Ez nem tudom, 5 volt, meg maradt ilyen barna zsineg, nem tudom, hogy hány volt, mehet rajta, meg minek kell, ez be sincs kötve. Viszont magán az alaplapon is vannak további csatlakozók, amik be vannak kötve, és a tápról jönnek, úgyhogy hát ez ilyen. Kell hozzá a spéci táp. Na, bedugtuk a tápot, be se kell nyomnom a bekapcsoló gombot, már elvileg indul is a szerver. Barnas 3,3 volt, köszönöm a pontosítást, nem mertem kimondani, nem voltam benne biztos, de igen. És hát igen, el is indult, jelzi, hogy egy darab processzor van akkor most a gépünkben, egy Pentium Pro 200 MHz, megint be fogja számolni a memóriát, és mindjárt elindul a Windows 2000, megint elindítjuk a Quake-et, aztán én most ezt 3 napig itt fogom hagyni. Azt akkor az lesz a biztos, gyerekek. Egy CPU világít, hát igen, az egyes CPU van csak benne. Ő meg most pihen. De azért milyen menő már, milyen jól néz ki, akkor ekkora volt egy processzor, meg ilyen szép fekete. Kaphatok egy kupont, főnököm, lemaradtál róla, 2 Foxpost kupont osztottam ma már ki. A szerdán, holnap, lehet, hogy lesz holnap is live, nem tudom megmondani, lesz-e holnap live. Következő live-ban megint lesz 2 Foxpost kupon, úgyhogy gyerekek, iratkozzatok fel, folyamatosan osztogatni fogom, de adásonként csak 2 Foxpost kupont, és ne haragudjatok, de nem puszira megy, tehát ennek ez lesz a szabálya, hogy be kell telefonálni érte. Jó, úgyhogy ez így fog működni, folyamatosan lesz, látom azt, hogy azért van kb. 10-12 ember a live-ba, aki hajlandó betelefonálgatni, szóval ha nem sikerül betelefonálnod, jó esélyed lesz a következő esélyben. Jó esélyed lesz, hogyha akkor nem nyertél, a következő hívás már sikerülni fog. Nem, ma meglátjuk, hogy mi lesz belőle, gyerekek. Igen, holnap kedvem, meglátjuk, hogy holnap lesz a live, ha holnap nem lesz, akkor holnap után lesz. Azt mondja, hogy nézzük már meg, mi volt a PC-ver floppy, légy szíves. Én meg arra kérnélek meg, hogy akkor YouTube-ra menjél fel, és keresed meg a BRSK Official YouTube csatornánkat, csak azért, mert pont a múltkor nézegettünk amúgy ilyen PC-ver floppy lemezeket, hogy mit tartalmaznak ezek a lemezek, és most nincsen hozzá gép előkészítve, mert hát már egyszer megnéztük, nagyon jó kis játékszoftverek voltak amúgy rajta, úgyhogy már megnéztük. Megmutatom a lemezeket, nem beszélek bele a vakvilágba, tehát ilyen, ez egy 94 januári PC World melléklet, rengeteg sok gyári lemezen van, ezek már mint gyári újság mellékletekből maradt, PC World, 95 június, 95 november, van új alaplap, tessék, ez bontatlan fóliás, ez még soha nem volt kibontva, gyerekek, 95 óta itt van fóliába. Megint egy PC World, októberi, szeptemberi, ez nagyjából időben van berakva. Mennyi eszem van szépen? Augusztus, jó, kicsit hiányos a kollekció. Május, április. És akkor múltkor az egyik live-ban ezeket mi megnézegettük, hogy mik vannak. Tehát amúgy leginkább játékok és egyéb szoftverek Windows 3.1-re, illetve 3.11-re. Na, szóval itt vannak ezek a kis izék, majd még biztos, hogy fogunk nézni, mert vannak itt még több is, amit még azért kíváncsi vagyok és meg akarok nézni. Tessék, ez egy bontatlan 94 áprilisi bontatlan lemez. Úgyhogy vannak, de most hadd ne, jó? Te, igaziból nem lenne olyan nagyon-nagyon nagy extrém dolog előkészülni hozzá, de most nem készültem rá, jó? Úgyhogy tényleg ne haragudjál, most hadd ne. De hogyha van rá igény, nagyon szívesen. Na, gyerekek, szavazzuk meg! Szeretnél-e a következő adásban, hogy ismét
eredeti PC World flopikat nézegessünk. Igen vagy nem, kedves Snake vagy Nemes Sanyi, légy tegyétek ki szavazásba, akkor következő műsorban, ami holnap vagy holnap után lesz, szavazzátok meg, foglalkozzunk-e ismét a PC World mellékletekkel, vagy ne, igen vagy ne. Ha azt mondod, hogy nem, nem vagy kíváncsi, akkor sincsen semmi gond, viszont természetesen a többség fog dönteni. Így is, úgy is lesz live, én már most előre tudom, hogy mivel fogunk foglalkozni, többé-kevésbé. De hogyha szeretnétek, akkor ez, erre nagyon, nagyon könnyen elő tudok készülni, tehát egy fél óra alatt előszedem hozzá a gépet, az infrastruktúrát, és akkor tudunk akkor ilyen jellemezeket nézni, hogyha szeretnétek még egyszer, nem tudom, hogy mennyire lenne rá igény. Jó, hogyha légy szíves, valaki tegye már ki a szavazást, mert hol vannak a moderátoraim. Igen, igen, ne, csak ne szenvedj vele annyit, mint a múltkor. Figyelj, múltkor semmit nem szenvedtem vele, betettük a lemezt, és már igaziból ment is minden. Na, még egy dolgot szeretnék akkor ezzel az UMPC-vel megmutatni, és akkor utána elköszönünk tőle. Ugye beszélt, még nézzétek meg, még mindig fúra fel van töltve az akkumulátor. Hát már azért merülget, 71% van benne. Közben betöltött a Windows 2000 a Pentium Pro szerveren. Mindjárt rendítom rajta a kvéket. Egy pillanatot kérek. Hadd pötyögjön rajta. Azt mondja, hogy pillanat, nem akarom állandóan forgatni a kamerát, mert most ezért fölösleges, na itt is vagyok. És akkor legyünk stílszerűek, gyerekek. Page of Empires, ugye ehhez nem kell billentyűzet, ez egérrel megy. Stylusszal. Play. Na, ennyire jók vagyunk. Na, kedves Snake, akkor kiraktad a szavazást? Na, jó van. Nézzük, hogy szavazzátok meg akkor, hogy következő adásban foglalkozunk-e nagy floppy lemezekkel, ilyen PC World mellékletekkel, vagy ne. Na, gyorsan szavazzatok meg, amíg, ha már túl vagy a szavazáson, akkor pedig iratkozzál fel, ha még nem tetted volna meg. Mert nálunk folyamatosan a retro hardverek bemutatója megy, éjjel-nappal, gyerekek. Na jó, az nem igaz. Bassza meg. Na hát, ha jól látom, akkor szerintem flopizni fogunk. Következőre is. Tudom, hogy nem szeretitek a játékot. Egy perc, és akkor nézzük meg a újságot akkor, hogy mi is, miről is beszéltek róla. Tényleg ez is csak egy 5 perces kis kitekintés. Viszont, hogyha tetszik amúgy ez a jellegű tartalom, hogy belenézünk újságokba, ebből szintén hagyomány lesz. Na hát figyelj, nem, játékra van tervezve, de mennyire menő már. Tisztára, mint egy PSP, nem? Fülej Tali pedig június 29-30-án lesz a nagy BRSK-m. Na hát gyerekek, hát nem szavaztatok olyan sokan, nyugodtan lehet még szavazni, hogy foglalkozunk-e flopikkal, nagy flopikkal, mert minél többen szavaztok, annál egyértelműbb a kép, hogy tényleg meg akarjátok nézni. Na hát, ennyi. Age of Empires 2. És hát természetesen hova raktam a stylust? Így is lehet. A legjobb Age of Empires, gyerekek. Szóval ezt az UMPC-t gondoltam, hogy ma akkor így bemutatom nektek egy kicsit részletesebben. Természetesen ugye hangszóró van beépítve. Legmenőbb a GPS, érte GPS. Mind az XP alatt is működik, ja. És természetesen az Asus mindenre is gondol, ki lehet támasztani. És akkor így még menőbb rajta a játék. Na, 42 szavazat, hogy igen, nézzünk akkor flopikat is. Köszönöm szépen akkor a következő adásban, de ha nem akarsz flopit nézni, akkor is gyere, nézd a live-ot, mert természetesen nem csak flopikat nézegetünk. Ahogy most is, még egy csomó témával nem is foglalkoztunk, akkor is több témánk lesz, folyamatosan mutatom nektek a jóféle dolgokat, úgyhogy garantáltan jól fogsz szórakozni, ha bírod a retrót. Na hát az ilyen, gyerekek, itt megy a favágás, hát az a baj, jobb klik nincs, akkoriban még ez a funkció nem volt. Úgyhogy csak kijelölni tudok vele, de ebben az esetben sincsen gond, mert akkor már is a trackpointtal tudom irányítani a kis emberkéket, és akkor már is van jobb klik. Age of Empires, egy 2007-es UMPC. Hát ugye ennek grafikus kártya nem nagyon kellett. Nem játékra van, kényelmetlen is játékra használni. Jól néz ki, de nagyjából ennyi. Viszont nézzétek meg, a gyári akkumulátora is működik. Na, ez volt tehát az UMPC bemutatója, akkor őtől most elköszönünk.
És akkor folytatjuk a következő témával. Csak hát most ugye kéne nyomni egy escape-et. Ja, nem kell nyomni escape-et, mert ugye ki tudunk lépni a játékból. Amúgy, hogyha kötsz rá egy izét, egy USB-s gamepadot, akkor azért már is tök menő vagy vele. Tehát akkor már is tök tényleg jól lehet vele játszani. Unreal Tournament. Na és nézzétek meg, még azért az aksiba is maradt még. 65%-ra merült le. És akkor rendesen start menü. Ugye a Windows XP Tablet Editionből nem volt amúgy magyar nyelvű, azért angol nyelvű Windows XP van a gépen. Na és akkor most belelapozunk egy kicsikét egy korhű PC World magazinba, csak úgy lightiba, aztán nézegetem a nézőszámokat, hogy mennyire esik vagy növekszik a nézőszám, abból majd jól kitaláljuk, hogy szeretnétek ezt nézni. Ha nem szeretnéd, akkor se pörgess tovább, mert nem nézzük sokáig, csak úgy tényleg lightiba. Hogyha meg azt látom, hogy millióan néznek, akkor viszont tovább fogjuk nézni. Nem! Cseréljük ki a videókártyát a kukaszökevényünkből, gyerekek. Mert hát ezzel is haladni kell, ne felejtsük el. Ezt a gépet már nagyon-nagyon szeretném odaadni valamelyik prémium tagomnak. Meg kell csinálni. Iratkozzatok fel, hogyha bírjátok a retrót, folyamatosan pörgetjük nektek a retro contentet, mint látjátok egyszerre. 2-3-4-5 témánk is van folyamatosan. Értetek vagyunk, nektek csináljuk. Úgyhogy reméljük, hogy tényleg tetszik, és ha tetszik, akkor ezt egy feliratkozással meg tudjátok köszönni. És ne felejtsétek el, hogy prémium tagoknak ilyen jóféle gépeket osztogatok ki. Tudom, hogy most még nem tűnik jófélének, de majd egyszer még egy-két live, és ez egy jó kis, tényleg egy szép gép lesz. Ha minden igaz, akkor Snake csinált róla valamelyik live-ban, amikor elkezdtünk vele foglalkozni egy képmentést. Szerintem majd lesz róla ilyen volt, ilyen lett videót is töltünk fel. Apropó videó, az elmúlt 2-3 napban megint több videót raktunk ki. Ha nem néztétek meg live alatt, live után, live közben, nézzétek meg a BRSK-ra, ide a TikTokra feltöltött videót, nézzétek meg, nézzétek végig, közöljétek újra, nektek csináljuk, úgyhogy megköszönjük, hogyha egy nyomtok rá meg egy újra közlést is, és reméljük, hogy tetszettek azok a videók, amiket feltöltöttünk, és azt garantálom nektek, hogy a következő másfél-két hétben folyamatosan fogtok videókat kapni, mert csináltunk sokat. Na, bekapcsoltam a gépet, és halló! A franc van ezzel a tetves géppel. Ne, annyira éreztem, hogy ezzel én most nem akarok foglalkozni. Csak húztam az időt. A másik oldalon amúgy egyelőre megy a Quake Dual Pentium Pro-n. Nézzétek meg, tehát akkor most nincsen benne processzor. Egy processzor megy benne, valószínűleg a tápegység, ami gyenge. Az elején sem villog a két CPU-nak a ledje, csak az egyik az folyamatosan világít. Hát ugye egy CPU-val is egész jól elmegy a Quake. Ilyen Pentium Pro processzor van benne. És valószínűleg a táp meghalt benne, illetve hát haldoklik a táp, mert egy processzorral elbírja a gépet, meg két Winchesterrel, három Winchesterrel, két processzorral meg lekapcsolgat a cucc. Egyelőre ezt most itt hagyom, halljak meg két napig, ki nem fogom kapcsolni a gépet. Ma még alaplapokat is kellene tesztelnünk, úgyhogy rengeteg témánk van, gyerekek, illetve amint ezt a gépet el tudom indítani, már is fogjuk nézni a PC World magazint, egy kicsikét bele fogunk tekerni, viszont az van, hogy ez a tetves gép ez nem akar képet adni. Franc van, basszus! Se sérülés, semmi nincs rajta, de nem is pittyegi ki a tetves gép. Mi nem szeretné ez az alaplap a 9600-as kártyákat? Vagy mi van ezzel? Ez egy Radeon 9600-as lenne. Hoztam hármat! Hármat! Ezt pont nem akartam berakni, de akkor ezt rakjuk bele. Ezt nézzétek meg, milyen menő. Persze piros, nem azért, mert piros, hanem figyelj! Radeon 9600 Pro per 9550. Jó van az úgy, érted? Tehát így attól függ, hogy milyen chip volt, meg milyen memória volt készleten, egy nyák, ráírták, hogy vagy 9006, vagy 9550, valamit ráraktak, aztán valamelyik mindenképpen nem reklamálhatsz, mert hát ezért rá van írva, valamelyik az rajta van. És amúgy, hogyha figyelmesen megnézzük a matricákat, akkor ide rá van írva, hogy ez akkor ténylegesen egy Radeon 9600 Pro kártya lett. Remélem ez már el fog indulni, és meg tudjuk nézni a gyakorlatba is. Ki lett cserélve a hűtése, valaki valamikor kicserélte, igaziból nincs jelentősége. Elixir gyártotta, 128 MB DDR memória van rajta, 128 MB, 128 bit, 4 pixel shader, 2 vertex árnyaló. Még egy érdekesség, a
AGP itt már 4x8-os volt, tehát csak a 4x8-os AGP is alaplapba lehetett belerakni, illetve abba az AGP-ben, ami még univerzális volt, és nem volt rajta bevágás. Ám ennek ellenére nagyon-nagyon ritka esetben, de voltak olyan kártyák, ami még mind a két bevágás volt, tehát univerzális AGP volt a kártyán, azaz bármilyen AGP is alaplapba bele tudtad rakni, akár még egy ilyen Super Socket 7-es vagy Pentium 2-es gépbe is belement. Az más dolog, hogy feltelepíteni nem tudtad, mert a CPU nem támogatta azt az utasítást, ami kellett a driverhez. Ez már egy külön történet, erről is sokat tudnék mesélni, de legalább fizikailag belement. Ez ugye viszont ugye értelemszerűen a másik 9550 meg a 9600-tal szemben ugye itt már csak egy bevágás van, tehát szigorúan 4x, 8x AGP behelyezhető bele a alaplapba ez a kártya, és ha nem fog elindulni, ezt viszont felgyújtom. Rasztom három kártyát, mondom, mi baj lehet? Az egyik becsikozik, a másikkal nincs kép, a harmadik, nem tudom, tehát... És én vagyok a hülye, mert olyan dobozból vettem elő a videókártyákat, ami teszteletlen. Már megint saját magamat szivatom. Na, benne van ez a kis drágaság, most indulj el. Na most már becézgettem, így ráolvasok, mindent csinálok, csak induljon el. Na nézzük, mi történik. Megy a ventilátor videókártyán is. Hú, ez az! Na előbb is eljutottunk idáig. Jó, tudom, a CPU fan nem érzékeled, nem baj. Quantum Vinyó, így van, ezt most találtuk hozzá. Quantum Winchester-t kapott, meg úgy csináltunk, mintha feltelepítettük volna. Elvileg én ezt már előre feltelepítettem, úgyhogy nagyon remélem, hogy most nem csikozódik be, nem csinál semmi, nem indul újra, nem lesz kék halál, hanem betölt ez a nyomvat, Windows XP operációs rendszer. Van egy szép kis bootképernyőnk. Léci. Léci. Na? Merevlemez, Quantum Winchester, 20 GB, nem kapkodó idegbeteg. Halló? Numlokra nem reagál, kapszulokra nem reagál. Halló? Az a baj, hogy ilyen túl sok jelet nem látunk, hogy történik még valami a háttérbe. Marha jó, mert amúgy direkt ezért telepítettem fel előre ezt a rohadt Windows XP-t, hogy ne legyen szívás. Most vagy hazavágta a videókártya, hogy kék halálozott, meg mit tudom én, vagy nem tudom. Jó, tehát olyan nincs, hogy nem működik. Olyan nincs, hát én tudjátok, hogy makacs vagyok. Olyan nincs, hogy nem működik. Reset. Nézzük meg csökkentett módba. Felgyújtom. Így van, igen, csökkentett módot akartam. Igen, indítsuk el csökkentett módba. Hát, hogyha csak a driverrel akadt össze, vagy... Jó csökkentett mód mindig jó. CPU cooler dug már át, légy szíves. Figyelj, közben egy félszemmel nézegettem, de nem, nincs, egyszerűen nem találom, hogy hol lehetne. Van egy sysfonom, van egy, az ott a CPU mellett, oda az van írva, hogy just sysfon, nem látod, ott a ventilátorok között, és nem látok, direkt félszemmel néztem, csak aztán nem akartam említeni, mondom, jó van, nem veszitek észre, majd elsumákolom, hogy nem dugtam rá, majd aztán live-on kívül megoldom. Hát kiszúrtátok, észrevetted, gratulálok, és továbbra sem tudom, hogy hol van rajta az a szar csatlakozó, úgyhogy most nem lesz rádugva. Viszont a Windows XP csökkentett mód betölt, úgyhogy gyerekek, fel lehet iratkozni, mert ez a gép is jó lesz, és megérdemli a feliratkozást, legalábbis remélem, hogy jó lesz. Csökkentett módba kezdi összeszedni magát. Nincs lefagyva, villog a numlok. És akkor mindjárt kap egy normál újraindítást, és valószínűleg ez el fog akkor most már indulni. Mondjuk a kontroll erre nem nagyon akar reagálni. Mi az alaplap típusa? Ez egy MSI KT4AV a pontos típus. És pontot el fogja takarni. Hát figyelj, hidd el, hogy ott van egy, illetve pontosan az van ráírva, hogy C-fan, azaz CPU fan. Rá van dugva, megy is a ventilátor. Vagy nem érzékeli a fordulatszámot, nem, majd BIOS-ba megnézem én ezt. Hogy mit olvas ki, mit nem. Tök mindegy, ez most sokadlagos.
Hol a Foxpost kamion, bacsis? Tessék, ott van Foxpost, támogatunk a Foxpost, szeretjük a Foxpostot, azért Foxpost, mert Foxpost a retro hardware kedvelőknek a kedvenc csomagküldő szolgáltatása. Tessék, ez volt a reklámhelye. Közben mellette megy a kvék. Ugye volt ma már Foxpost kuponosztogatás is, és viccet félretéve, gyerekek, ezt akkor még egyszer elmondom, mert azért 200 fölött vagyunk, és ezt addig valami történik, de ezt face-to-face szeretném meg nem elhülyéskedni, ez így full komoly. Egyszer elmondtam, de elmondom még egyszer. Szóval bizonyára, mint látjátok, a Foxpost a BRSK-nak a főszponzora, a támogatónk. Még egyszer elnézést kérlek, aki esetleg nem hallotta volna, hogy elmondtam, hogy a múltkori live-ba többen írtátok, aztán ugye nem vettem észre, hogy tolakodóak a Foxpostos reklámok. Elnézést kérek mindenkitől, folyamatosan azt szeretnénk elérni, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon, úgy akarjuk ezeket a Foxpostos reklámokat kihelyezni, hogy nektek semmit se vegyen el a hasznos térből, az élményből ne vegyen el, de miután én is egy magánember vagyok, tehát nem vagyok én itt senki, tehát szórakozok a gépeimmel, aztán ezt videózgatom nektek, tehát nem vagyok izé marketinges, meg PR ember, mert mindenki a BRSK-n belül is próbálkozik, mint a, van erre egy mondásom, inkább nem mondom, hogy ezt nem mondom ki, tehát mindenki csak amatőrként csináljuk, hobbiból csináljuk, és tanuljuk ezt az egész TikTokozást, hogyan lehetne minél jobb műsort csinálni, hogyan lehetne jobb a képminőség, stb. És azt is tanuljuk, hogy hogyan legyenek a reklámok is, hogy ne legyenek tolakodók. Ha olyat vesztek észre, hogy zavaró, nyugodtan írjátok meg kommentbe. Ha én nem is veszem észre, de Snake folyamatosan figyeli, Nemes Sanyi folyamatosan figyeli, vissza fognak jelezni, és folyamatosan szeretnék azon változtatni, hogy oké, kirakjuk a reklámokat, ti is kaphatok ugyebár Foxpost kupont, napi 2 Foxpost kupont a live-okba kisorsolgatok azért, tehát azért ez nektek is jó. Ki legyen reklám rakva, de ne legyen tolakodó. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy értetek vagyunk, nektek vagyunk. Ti vagytok az elsők, jó? Úgyhogy bocsánatot kérek, akinek esetleg ez szúrta a szemét, nyugodtan írt meg, hogy mi nem tetszik, megpróbálunk rajta változtatni, de adjatok időt, hogy mi is ezt az egészet megtanuljuk, gyakoroljuk, hogy ez az egész ez jó legyen. Ugye egy közösség vagyunk, te is, én is, egy közösség vagyunk, egy célt szolgálunk, a retro hardvereket, és ugye együtt az úton. Csináljuk, gyakorolunk, fejlődünk, te is, én is, szórakozunk. Úgyhogy ez ilyen jó, köszönöm, hogy meghallgattatok, ezt így face-to-face szerettem volna elmondani. Na, szóval ott vagyunk, vissza a szíváshoz, gyerekek, vissza a szíváshoz. Betöltött a Windows XP, de idáig töltött be. Esküszöm, live előtt jó volt. Rohagy meg. Reset. Na még egyszer. Most már remélem figyelj, feltelepítettem. Direkt azért, hogy ne szopjak a live-ba legalább a Windows telepítéssel. A ventilátor is sipol. Messziről megyünk neki. Ne felejtsétek el ezt a gépet. Valaki meg fogja kapni, és ez a gép addigra jó lesz. Igaz, hogy ezt még nem tudom, hogy mikor, mert egyelőre ilyen random hibák vannak, de meg lesz csinálva, jó lesz, gyerekek, higgyétek el valamikor. Hogyha most nem is, akkor majd egyszer. De most már mindjárt tényleg megyünk az újságot nézegetni. Jó lesz, léci, ne szívas, jó lesz. Eddig jó. Töltsél, drágám. Gyorsabban. Figyelj, 3 videókártya nem lehet rossz. Beleraktam 3 darab kártyát. Az egyik csikozott, a másikkal képet nem adott, a harmadikkal eljut idáig. Az anyád van veled. Jó, ezt most itt hagyjuk. Menjünk újságot nézegetni. Figyelj, tényleg nem tudom. Esküszöm, feltelepítettem. Ugye meg is mondtam, hogy ez a része megrendezett, mert a Winchester, amit előszedtem, az telepített. Jó lesz. Előbb vagy utóbb jó lesz. Nézzük meg akkor azt a tetves újságot, és még alaplapokat se teszteltünk. Valószínűleg az már következő live-ra marad. Figyelj, nem hiszem, hogy hibázna. Igen, simán jó tippem, úgyhogy hibázik a RAM. De én ezt a gépet ezt feltelepítettem. 4 órába került, mire felraktam csomó mindent rá, szoftvereket, mindent, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen frankó lett, és nem volt kék halál, semmi nem volt. Live előtt kikapcsoltam, visszaraktam eredeti állapotába, mint akkor az előző live-ba ott hagytuk a gépet. Összeraktam most újra, és most szar. Na jó, mindegy, majd valami lesz vele. Na, szóval, ugye megbeszéltük, hogy fogunk újságokat nézegetni. Jelenleg van 234 néző a live-ban. Nagyon helyes, iratkozz fel, ha bírod a retrót. Folyamatosan nézem a nézőszámokat, hogyha lefele megyünk, nem nézzük tovább, ha felfele megyünk, akkor meg nézegetjük. És remélem felfele fogunk menni, mert én ebből szeretnék hagyományt csinálni.
Nem fogunk minden cikket elolvasni, de bele fogunk nézni, hol egy PC Word-be, hol egy PC Guru-ba, tehát akár játékokat is meg fogunk nézni, hogy az adott évben milyen érdekességek voltak. Nézzük, azt mondja, hogy 1994 júliusi, tehát az a magazin, 285 forint volt, és a feeling kedvéért még egyszer megmutatom, hogy ilyen mellékletek voltak ezekhez a magazinokhoz, itt még nagy flopin adták a mellékleteket, és ezen volt a jósága, mindenféle tartalom, leginkább játék. Ahogy beszéltük korábban, megszavaztátok, ti szavaztátok meg, kedves nézők, következő live-ba ismét nézzünk ilyen PC Word-ös tartalmakat. Na nézzük, hogy mik vannak akkor benne. Szoftver, melyben benne van az erő. Hadd csináljam, hogy ez fény jó is legyen. Na talán így jó lesz. Tényleg majd, hogyha valami érdekeset látok, akkor majd. Csak így bele-bele lapozgatunk. Oki, intelligens fej technológia. Ilyen old school nyomtatókat mutogattak benne. 9 tűs nyomtató, 24 tűs nyomtató. Lehetett ilyen jó minőségi ilyen nyomtatók voltak 94-ben. Jó kis Matrix nyomtató, gyerekek. Nézzük hát, hogyha találunk árlistákat, tartalom, jó, kicsit belelapozunk. Tudja-e ön, hogy a MEG monitorok nem csak a szerkesztők, de az olvasók szavazatai alapján is az év monitorra díjat nyerték 1993-ban? Tessék, MEG monitor 93-ból. Ha, de milyen menőség volt, gyerekek, menőség! Ezt a menőség, ezt a lányomtól tanultam. Hú, már átvettem tőle. Na, lapozzunk egyet, mik vannak még. Jön a DOS, jön a 622-es DOS, 1994-ben erről írtak. Pentiumos DTK Notes. Na, Pentium processzorral volt már laptop 1994-ben, talán még cikket is találunk belőle. Szünetmentes tápegység, hát figyelzem, hogy tök jól néz ki, milyen izé old school. Mármint pont azt akarom mondani, hogy annyira nem is tűnik old schoolnak. Grafikusan ábrázolja az adatbázis táblázatok közti kapcsolatokat a Microsoft Access 2.0. Van Access-em eredetibe. Super Notes Texasból. Tessék, és itt van a 75 MHz-es Pentium laptopnak a tesztje. Kép róla, teszt eredmények, Landmark, Vintage, Norton, akkumulátor üzemidő 1 óra 28 perc. Na jó, takarékos üzemmódban azért tudod, kikölgött 2 óra 40 percet is. Jó van a tudni, hogy 340 megabájtos merevlemez, 8,4 hüvelykes kijelzővel felszerelt. És még azért arra lenne kíváncsi, hogy azt figyeld! Mate 4000-e, Win DX4 675000, míg a nagyobbik testvér 755000 forintba kerül, áfa nélkül. Figyelj, egy milla volt egy csúcs laptop 94-be. Hát 1 millióért 94-be szó szerint házat vettél. Házat! És akkor most sokkolják az emberek, hogy jó, hát értem én, mert mindenki laptopot akar venni, és az átlagember, ekkoriban nem, hogy az átlagember nem vette meg, a gazdag se vette meg, mert házára volt egy tetves laptop. Na ez a durva, gyerekek! Jó kis Windows 3.11-el. Hát azért nem nagyon voltak ilyen izék, ilyen laptopok elterjedve, mert ki a franc vette meg 1 millió forintért 94-be? Tehát nem tudom, én 2006-ban kaptam meg az első fizetésemet, 65000 forintot, és akkor 94-ben az még állam fizetés volt. 60000, nem 1 millió. Na, magas szintű monitorok, magas szintű monitorok, nagyon menő. Újraindult ez a tetves Pentium Pro. Hát, nem tudom, miért indulgathat újra, most már csak egy processzor van benne. Lehet, hogy ez se bírja el a tápegység, de akkor miért ilyen véletlenszerűen kapcsol le? Mi a francot csináljunk vele? Felgyújtsam, vagy mi legyen vele? Látjátok, most elindult, újraindult. Hát ezen még gondolkodok. Ha esetleg van tippetek, akkor... 91-ben anyám 2 milliárd vett lakást. Hát igen. Na, vannak itt még gyerekek, még... könyv vagy állat. Ár. Jó munk ezek izék. Word, DOS. 1000 forint. DOS for Dummies. Windows 3 Secrets. 2365 forintért, de ez nem Windows 3.1. Windows PC World Excel for Windows, tessék, 4500 forint. De ezek csak könyvek. Volt ilyen kis digital brand számítógép. Vegyük ki a tápegységet, szerintem a tápa rossz. Hát, ja, kivenném én, csak meg kéne keresni a másikat. De amúgy mindenképpen ebben az irányba fogok elmenni, majd egy következő live-ig gondolkodok, hogy foglalkozzunk-e vele, vagy nem. Na hát, múltkor vettünk elő handheld PC-ket, nem tudom mennyire emlékeztek rá. Még itt van kéznél, ezt akkor meg tudom mutatni, csak úgy tényleg így
a minimális ismétlésként. Iratkozz fel, ha bírod a retrót. Nálunk folyamatosan a retro kütyük bemutatása megy. Ugye múltkor vettem elő én is ilyen jóféle kis készüléket. Ez egy Ericsson MC12, azért ez jóval újabb. Nézzétek, külön gombbal lehet állítani a háttérvilágítást is, de menő, kérem szépen. Kettő ceruzelemmel megy, érintőképernyő. Játék is volt rá, természetesen a Passiance, mi más? Windows CE, a sima, az 1.0-as Windows CE-t futtatja. És ebből ugye volt a ugyanez, mert ezt az Ericsson kopizta a HP-tól, ugye a HP 320 LX-nek a kopia. És ugye ebben 94-ben még csak a HP 100 LX-ről írnak. Úgyhogy akkoriban még ez volt a... Hát igen, 94-ben jöttek ki az első ilyen handheld készülékek, ami már nem menedzser kalkulátor volt, azért volt benne egy kis craft is, és ez a HP 100 LX, amúgy érdekesség, hogy X86 kompatibilis volt, DOS-t futtatott, meg tudtál rátenni Windows 2.0-át, de lehet, hogy még a 3.0 is ráment. Na mi van még benne? Szoftvereket nem nézegettünk, hoppá, Photoshop, 94-ben már dolgoztak rajta, mint az állat. Képújság a PC-vel, szoftvereket nem nézegetünk, akciók, 35.000 plusz áfa, hurra akció, akkoriban az 5 havi fizetés volt. Proton Multimédia Monitor, oda nézd milyen menő. 15 szolos képátló, 1280x1024-es felbontás, 57.000, csupán csak 57.000 plusz áfa. Nem tudom, vannak itt olyan kedves nézők, meg tudjátok mondani, vagy akár kikeresni? 94-ben mennyi volt a hivatalos átlag kerese? Csak hogy tudjuk, hogy 57.000 forint az mennyire számított drágának. Tehát így, szerintem az így marhasok volt 94-ben, szerintem akkor ilyen 10.000 forintot kerestek átlagosan az emberek. Tehát az olyan, mintha most vennél 1.200.000 monitort, persze most is van, de nagyon durva árak voltak. És akkor mondom, ez 94-es, ha tetszik az ilyen jellegű tartalom, akkor még fogunk nézni magazinokat a későbbiekben is, minden live-ba kicsikét bele fogunk tekerni. Windows XT-n, 12.000 forint, köszönöm szépen az írást, hát akkor annyi volt egy átlag kereset, ugye most papíron, 350.000, tehát akkor az 12, az akkor 4-5 havi átlagkereset volt, most ja, akkor jól mondtam, nagyjából mi most 1.200.000, hát 1.200.000-ért kevesen vesznek monitort. Windows XT-n, nem Windows XP, Windows XT-n arról szól a cikk, hogy egy terminállal, hogyha rá tudsz lépni egy másik gépre, akkor gépen keresztül remote-ba el tudsz érni egy Windows-as gépet, arról szól amúgy a cikk, és akkor akár egy XT-ről is meg tudod nyitni a Windows futtató számítógépet. Eléred, és akkor meg tudod nyitni. Ez arról szólt az a cikk, nem olvassuk el, csak belenézzünk, felvétel indul. Már egy ideje piacon vannak a CD-ROM felvevők. CD-ROM felvevő, nem CD-írónak hívja, CD-ROM felvevők. Áruk azonban csupán a közelmúltban csökkent elérhető közelségben, nem is olyan régen még 30.000 dollárt kértek érte, ma pedig már 4.000 dollárért is hozzá lehet jutni egy ilyen berendezéshez. Valaki nézze már meg, hogyha van kedvetek, persze, hogyha nem, akkor nincsen semmi gond. 1994-ben mennyi volt 4.000 dollár? Nézzük már meg, hogy mennyibe lehetett venni CD-írót 94-be. 4.000 dollár, az akkoriban forintban az mennyi volt? CD-ROM felvevők jellemzői. Katalógus ár dollár, van 14.000 dollárért is CD-író. Figyelj, 4.000-ért a legalját kaptad meg. 800.000? Tehát 800.000 forint volt, 4.000 dollárnak megfelelő. Tehát 4.000 dollár, 800.000 forint volt. Az derék! És akkor 14.000 dollár, az meg akkor 2 millió forint volt. 94-ben 2 millió forint volt egy húzósabb CD-író. 2 millió, 90, ez olyan, mint hogyha nagyjából most 40 millió forintról beszélnénk, érted? 40 millió, fia, akarsz venni egy CD-írót a gépedbe? 40 millió forint, fia, házat beszámolok. Ez van egy sztori, face to face, nem olyan nagy szám, de elmondom. Tudjátok, hogy időnként, amikor eszembe jutnak egy ilyen történetek, akkor ezeket úgy face to face szoktam elmondani. Iratkozz fel, hogyha bírod a retrót, nálunk folyamatosan a retro hardverek bemutatása megy, most újságból, de vannak itt kütyük, mindenféle, stb. Blablabla. Valamikor, nem is tudom már mi volt az oldalnak a neve, olyan volt, mint a Jófogás, Apronet. Az elsők között volt, amikor online már tudtál keresni, adni-venni alkatrészeket, az úgy 97-98-at írunk, hogy alapból elég kevesen használtak internetet. Én már ugye elsők között használtam internetet, kis tökös voltam, tökörültem, neki volt internetünk.
És hát már bújtam, elkezdtem bújni az aprónetet, vagy mi, nem tudom már mi volt, nem aprónet, vagy nem, tök mindegy, valamilyen ilyen jellegű oldal. És találtam egy hirdetést, és az volt benne, hogy 1976-os Volkswagen Golf típusú gépkocsimat cserélném 2512 MB SD RAM-ra. Mi? Oké, persze, most már ugye egy 50 éves autóról beszélünk, de akkor is ez egy 25 éves autóról beszéltünk, persze akkor se ért annyira nagyon sokat, de azért mókás, hogy 2512 RAM-ra azért egy 25 éves autót el tudtál cserélni. Most azért annyira olcsók már a memóriák, hogy egy mostani 20 éves autót mondjuk azért 2x16 giga DDR4 memóriáért, vagy 2x16 giga DDR5 memóriáért nem fogsz kapni 20 éves autót, tök mindegy milyen autót, de nem kapsz. Tehát így kicsikét így éreztetni akartam ezzel a monológommal, hogy akkoriban a 90-es években is még, hiába végét vesszük, a 90-es évek végén mennyire drága volt a számítástechnikai hardverelem. Ezzel csak ennyit akartam elmondani. Na, kicsikét még lapozzunk bele, közben, hát ez a gép, ez valószínűleg mégse teljesen halott, és mégse én vagyok a hülye, mert itt közben valamit elkezdett betölteni a Windows XP-t, úgyhogy... Jó lesz, gyerekek, következő live-ra valahogyan összekalapálom, hogy ez elinduljon, nem tudom, mi a franc történt vele, de valamilyen szolgáltatást akar elindítani, és azt nem tudja elindítani. Úgyhogy azért nem akar ezt betölteni, de el fog ez indulni valamikor egyszer, úgyhogy csak én nem vagyok, ugye mondtam én, hogy jó lesz. Na, iratkozzatok fel, hogyha még nem mondtam volna. Folyamatosan pörgetjük a retro témát. A Pentium Pro szerverrel lyukra futottunk, viszont az alaplap tesztelésbe már nem fogunk belekezdeni mai nap folyamán, úgyhogy ezeket is meg fogjuk nézni a következő adásba. Nagy flopikat is fogunk tesztelni, picikét még megpörgetjük ezt az újságot, addig fel tudsz iratkozni, és ne felejtsed el, következő adásban ismét lesz Foxpost kupon, 2 kupont, ismét 1000 forintos kuponokat fogok osztogatni, úgy, ahogy a mai nap folyamán csináltuk. Na hát igen, szóval ilyen árak voltak, tehát megmondom őszintén, én azért tisztában vagyok nagyjából, hogy milyen árak voltak ekkoriban. Azért ez a 30 000 dolláros CD-író, meg 14 000 dolláros CD-író, vagy a legolcsóbb 4 000 dolláros CD-író, tehát azért ez így... Hú, ledobta az agyamat az XI. Bővészkedés a RAM-mal. RAM-ás, jó, oké, RAM-ról nem olvasunk annyira, az nem érdekes. 486-os notebook akció valakinek, gyerekek, 486-os Texas Instruments, 486-os. Na ez egy érdekes kép, tessék retro kedvelőknek, így fest a PC memóriája a DOS alatt. Ugye így meg lehet nézni, hogy hogy épül fel a memória. 640 kilobájt fölötte van a videomemória, felső memória tartomány, ez az EMS memória, magas memória tartomány, az XMS memória, és akkor igaziból elvi síkon ugye 4 gigabájtig lehetett címezni a memóriákat, persze gyakorlatban soha nem lehetett 4 GB-ig. A 386-os is alkalmas. 386-os számítógép papíron 4 GB-ig tud memóriát címezni. Hát ez nagyon-nagyon szigorúan papíron így néz ki. Stílus és sebesség. Jó kis nyomtatók, szintén Texas Instruments. Biztos azt támogatta a PC Word-öt. Teszt. Nyomtatóteszt, tessék, nyomtatóteszt 94-ből. Oda néz, kérem szépen, miféle modern nyomtató, kérem, mi van itt minden. És akkor teszteredmények a különböző nyomtatásokról, milyen gyorsan nyomtat. Hát, ja. Max Tor, ott a Max Tor. Max Tor mobil meg, 131 MB PCMCI-os memória. Azt hiszem. Igen, ugye volt a PCMCI foglalatban, lehetett ilyen memóriakártyát beledugni, olyan volt, mint a azt mondanám, hogy Compact Flash vagy SD kártya, csak ugye PCMCI foglalatú volt. Van is nekem valamerre valahogy egy 8 MB-osan, voltak ezekből nagyobbak is, de rohadt ritkák voltak, tehát nem igazán terjedt el. SCSI vezérlő családot lehetett venni. Maxoptics. Optikai drive, 1,3 GB, optikai meghajtó. Jó, drágák voltak azok is. Minden drága volt 94-ben. Tengernyi szoftver. DOS-t, mennyire árulják a DOS-t? Novel. Netware 4.01, 5 felhasználós 108 000 forint. Tessék, 94-ben. Ha egy kis hálózati cuccot akartál feltelepíteni, megkérték az árát.
És Windows 3.1, egy tucatnyi WinWord trükk. Na hát figyelj, meg lehet tanulni Windows 3.1-ben, milyen trükkök voltak, gyerekek. Különböző billentyűzet kombinációk. Tessék, itt is van betűtípus megváltoztatása, Ctrl-Shift-B, fogadjunk, máig működik. Ezt egyszer megtanultad, ez tuti nem változik. Ugrás az előző javításhoz, Shift-F5. Tessék, 94-ben is volt hasznos informatika. Automatikus formázás, Ctrl-K. Teljes dokumentum kijelölése, Ctrl-5 a számjegy billentyűzeten. Többbekezdés kijelölése, több szó kijelölése, kattintsunk rá kétszer az első szóra, és lenyomott gombú egérrel söpörjünk végig a többi szón. Söpörjünk végig, na hát meg azt mondta. Na hát figyelj, tuti úristen, hogy máig működnek ezek a kombinációk. Na hát lassan végigérünk, még egy kis árlista lesz a végén, legalábbis remélem. Kis reklám, írásba adjuk, lapnyomtató, böngésző, különböző cégeknek, meg az elérhetőségeik vannak. Toplista 94 május. Szoftvereket toplistáznak. Hó, tessék, színes kép is van benne. Nagy szó voltam, 94-ben raktok bele színeset is. Meghajtók, lemezek, ó, micsoda menő kép. Nagyon jól néz ki. Az új generáció, tessék, és már itt megint laptopokról van teszt benne. Azt mondja, CPU 25 MHz-es 68L C040. Hát ez nem is PC kompatibilis, az valami izé lehetett, valami... Ja, izé! Powerbook! Tessék, Powerbook teszt! 94-ben Powerbook teszt! Tessék, kérem szépen! A Apple-nek a hordozható laptopjának a tesztje. Felbontás 640x480, az összes annyit tudott. Ár 1000 forint, 306 ezertől indult. A legdrágább 640 ezer forintba került. 33 MHz-es 68L C040-es processzor, 4 MB RAM, 320 MB merevlemez, 36 MB-ig lehetett felbővíteni a memóriát, 9,5 colos színes aktív matrix kijelző, színes gyerekek, és 256x32 000 szín, ez volt a legkomolyabb kijelző, ugye 640 és 640 ezer forint, de 300 ezer forintért is tudtál venni Powerbookot, ahhoz csak 16 szürke színárnyalatos kijelző társult. Tessék, Powerbook teszt is van, 94-es PC Word-be. Na, és akkor tessék, hogyan kell a laptopot szétszedni, vagy hogy néz ki belülről egy laptop? Hát figyelj, azért nagy szó, mert ekkoriban kívülről se láttunk laptopot, nem belőle. 94-ben a VHS-ünk volt, tesó, még az se. Nem laptopunk, azt se tudtuk, mi az. És akkor itt már mutatták, hogy hogy néz ki belülről. Meg lehetett nézni, PCMCI kártya, CPU modul, modem kártya, anyattegér. Ha ön egy igazán jó gépre vágyik, amelyben megbízhat és amely nem hagyja sohasem cserben, vásároljon egy Macintost az MTI informatikánál. Na hát ennyi, gyerekek. Macintos reklám, Macintos rendszeren, levilágítós filmre, PC-ről is 450 forint plusz száfa per A4-es lap. Mi ez? Nyomtatás biztos. Na, tintasugaras nyomtató teszt még így a végére, 94-be, és még egy ilyen nyomtatós leírás az aljára a végére. Na. Az IBM szerverek amúgy nem olyan rosszak, szóval még akár az is lehet, hogy érhet. Persze ne arról akarjál meggazdagodni, de egy pár ezeret biztos érhet, attól függ, hogy mi van benne. Vásároljon hivatalos disztribútortól, és akkor megint egy kis nyomtató, lézer... Van itt 1 millióért, mit adnak 1 millióért? Na gyerekek, 1994-ben egy Fujitsu sornyomtató M3043 1200 sor per perc. Nem azt írja, hogy hány lapot nyomtatti per perc, hanem hogy sor. 1200 sor per perc, tessék, 1.140.000 forint, 94-ben eldönthetted, hogy házat veszel, vagy nyomtatót veszel 1.100.000 forintért. Hát gyerekek, ilyen árak voltak. HDD-k, 5 év garancia, tessék, 1,74 gigás Winchester, 5.25-ös méretbe 96.000 forint. De egy 800 megabájtos is 65 ezer forintba, jó? Ezek izék, ezek SCSI vinyok, ezek rohadt drágak voltak, ne felejtsük el. Úgyhogy hát brutál árak voltak. Na, én megmondom őszintén, nekem tetszett ez az újságos téma, úgyhogy fogunk még foglalkozni vele, majd eldöntitek, hogy kicsikét részletesebben, vagy kevésbé részletesen. Ezt a live volt, ezt így gondoltam, úgyhogy hát nagyjából ez volt a mai live, a hétfői live. Köszönjük szépen a Foxpostnak még egyszer, hogy támogatja a csatornánkat. Ne felejtsétek el, minden adásban lesznek Foxpost kuponok.
iratkozzatok fel, hogyha bírjátok a retrót, gyertek YouTube-ra is, YouTube-on is fenn vagyunk, vissza lehet nézni a live-okat, BRSK Official névvel, gyertek Facebook-ra és Facebookon is, Bacsis kötője Tuning fanklub csoportba vagyunk, Bacsis kötője Tuning, Bacsis Tuning fanklub csoport, ez egy csoport, nem oldal, oda is gyere be, hogyha még nem vagy bent esetleg, mindenkit visszaigazolok, amint eljutok odáig, vagy pedig ott is majd a moderátorok. A Pentium Pro szerverrel szerintem többet nem fogunk küzdeni, mert a rohadt életben valami, nem tudom, tápot kéne benne cserélni. Megpróbálok hozzá tápot nézni, de vagy lesz, vagy nem lesz. Következő adásban akkor, ahogy kértétek, megint nézzünk nagy flopikat, ilyen régi PC Word-ös nagy flopikat fogunk nézni, illetve lesz alaplapteszt, a kukaszokevényt meg, hogyha nem gyújtom fel, akkor tovább fogjuk nézni. Aztán nem tudom, mi a francia nem indul most el, majd valamit csinálok vele. Ennyi volt a mai live, örülök, hogy itt voltatok, srácok. További szép estét kívánok, ami még maradt belőle, és akkor holnap vagy holnap után, Tali. Sziasztok!